Jó estét kívánok mindenkinek! Sziasztok, sziasztok, sziasztok! Hello, hello, hello! Cső Laci, szia Tibor! Hello, hello! Jó estét kívánok mindenkinek! Cső Laci, szia Tibor! Hello, hello, hello! Jó kora estét mindenkinek! Sziasztok! Ma durva napunk lesz. Bízunk benne, hogy jót fogunk játszani. Hello, hello! Sziasztok, jó estét! Sziasztok, sziasztok! Hello, jó estét! Cső, cső, cső! Hello, hello, sziasztok! Reméljük van értesítés! Hello, hello! Jó estét mindenkinek, sziasztok! Cső, 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 cső! Tegnap 75, vagy mennyi subgift ki lett osztva! Sziasztok! Jó napokat, jó napokat! Minden oké, apu, köszi szépen! Sziasztok, Bálintok, cső! Cső, 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 hétkor folytatjuk ott, ahol abba hagytuk. Cső, 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 de kukorica, cső! Mennyi tag, te jó ég! Mennyi tag? Ez durva. Chips és sörbe készítő egészségére, Lacek. Hello, nem lett visszaigénye. Hónap látom meg Kevin, de nem jelezte a rendszer, hogy vissza lett igénye, úgyhogy nem. Jó, az indexkép, köszi Kevin, Niki csinálta. Cső, cső, cső. Hello. Örülök, hogy itt vagytok. Hello, hello. Kezdődik a mai stream. Épp live van. Na, szobár élete. Jó. Nagyon jó. Mi lesz ma? Hát az a helyzet, hogy el vagyunk kapva, onnan folytatjuk, mert egy modder tönkretette a live végét, de donételt a modder a végén. Képzeljétek, a PayPal donation-t ő donételte. Öcsém, mit csinálnak? Hát Ádi jött fel a szerverre ő is játszani, a másik öcsém pedig baján van. Szia Levi! Cső Levi! Két Levi egymás után. Köszön! Mi lett az admin ügye? Mindjárt mondom. Mindjárt mondom, hogy mi volt az a kapcsolat. Nem ment zökkenőmentesen előkeríteni a pitelő emberünket. Nem is értettem már megint, de majd elmesélem. Hello, hello! Felraktad már nyári gumikat? Én is ezen gondolkodom, Zsolt, hogy rakjam, de én még várok. Ezt a március közepét, végét lehet, hogy megvárom. Nem tudom. Hello, hello. Csak nem fog fagyni, de emlékszem egyszer március 15-én akkor a hó volt, hogy hihetetlen. Hello, hello, cső, cső, sziasztok, jó estét mindenkinek. Reméljük, hogy tényleg királyú lesz folytatva ez az RP szál. Jobbulást, Dani, jobbulást. Héten újítom a tagságom. Köszi, Sanyi, kedves vagy. Kösz, 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 kösz. Jó estét, aki most érkezik. Egy kérdés lenne, de a tegnap nem volt valaki IC, akkor... De részt vehet, aki nem volt tegnap IC és ma van, részt vehet. Feka nem jöhet vissza most, mert ő ugye meghalt az RP szempontjából. Ja, új profilkép is van, Niki ma csinálta. Nem kérte vissza a szabot, nem, 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 de ezt holnap fogom látni. Hogy kell tagnak lenni? Leírásban ott a link. De nyerni is lehet. Tegnap 70 valahány subgift lett osztva. Aranysapkás vagy, Kevin. Így van. 17.00-nak kezdjük. Hello, hello! Tegnap nagyon sok ember kapott tagságot. Így van, Natmud kiosztott egy 70-et. Köszi, János Kraus, a live rajongói tagságodat. Így van, Boton, cső-cső. Hát meg a tagságot is. Hello, hello, tegnap csinált az indexképet, igen. De akkor kopasz sem mehet oda, így van, akkor ő sem. Én köszönöm a tegnapi szabot valakinek. Igen, Natmut kiosztott tegnap egy párat. Visszanézem gyorsan, a tegnap az innen indulja, rendben. Szia András, cső! Jó estét mindenkinek. Hát, azt mondtam, hogy hétkor onnan folytatjuk, ugye? Állítólag. Kiosztott tegnap 70 szavit. Natmood kiosztott tegnap annyit. Így van. Így van, így van. Jó. Kíváncsi vagyok tényleg, hogy mi lesz. Hogy hozzá ki a pénzt. Lövöldözés lesz-e, vagy nem. Cső, Feka! Cső. Cső, cső, cső. Jó estét mindenkinek. Hello, hello. 45-kor megyünk fel a szerverre. Jó volt, Pauló. Köszönöm szépen. Igen, mindjárt mondom, hogy mi volt az admin ügyön. Ez a pitelős dologgal kapcsolatban.
cső. Reggel lábedzése volt, alig bírok menni. Kösz! Misi, megszülettél! Misi! A 9 hónapba ért, megszületett. Gratulálunk, Misi lesz a neved. Elkészít a gáz közel, igen. Sziasztok, jó estét. Hány órás a szláv? 9, 4, 10, fél 10-ig vagyunk. Attól függ, hogy adja ki az RP. Valamikor elhúzódik, valamikor előbb vége. Hello, cső, sziasztok. Tegnap a modder donételt amúgy nekem a live végén $1. Ilyenek vannak, ilyenek vannak. Utána a hétfőt, Krisztián? De hónap már kedv van. Most már este van, hétfő este. Úgyhogy mindenki nyugodjon meg. Nagyon sok az az $1. Igen, igen. Megbecsülünk minden támogatást. Hát ez mennyi már? Az is lassan 400 forint, hogy mennyi. Jól vagyok, köszönöm szépen. A tejautó batával bius nem működik. Azóta ott van, de nem működik. Ferenc, egyszer volt talán? Olyan, nem tudom. Sok kicsi sokra vagy, így van. Ja, jó szándékom motor volt, igen. Igen, igen. Szia Zolika! Cső, jó estét mindenkinek! Reméljük, Zoli. Mert ugye oda vissza kell mindenkinek készülni, ahogy volt. Ugye én is oda megyek, D-vel. A giliszta, igen. Lesz a giliszta, reméljük, igen. Motorra kéne menni? Nekem akarsz, hogy kimentett minket. Köszi Áron a 7 hónapot! Te is nyertél tegnap subit! Hát tegnap 70 ember nyert. Sőt, nem, más is osztott, 72 vagy 3. Ja, Ghost, ja. Ilyen van. Cső, Jackson, Makula. Cső, sziasztok. Manuelának is, igen, tényleg Manuelának is. Mikor lesz egy jó rablás? Bekerült az ATM rablás, de most ugye nem tudom, hogy mi lesz. Ja, igen, Ferenc, lehet. Cső, cápa. Ugyanott kezdjük Piskóta, mint tegnap, így van, oda kell visszamenni. Ezt beszéltük, hogy holnap, vagyis ma, onnan folytatjuk. Cső, Patrik, cső. Kíváncsi vagyok amúgy, hogy mi lesz ebbe az egészből. Itt balhék lesznek. Óriási balhék. Megerősödtek a kékek így, hogy az Infivel szövetséget kötöttek. Jól vagyok, köszönöm szépen. Remélem ti is. Kocsi kikérés. Nem, van új kocsi kikérés, még azt se láttam. Köszi Csaba Sándor a 200 forintos támogatást. Kedves vagy. Itt van, Cső Bence. Mi lett admin ügyjel? Na, elmesélem egyszer, azt elmesélem utána még egyszer, a többiek megjönnek. Írtam tiketet, minden, hát lapított, aki volt a pitelős. Az egyik ugye Cédrus volt az adminunk, amikor IC mondta is, hogy én mit pitelem, szóval azt megbeszéltük, az rendben van, hogy szinkron volt. A második nem volt szinkron, viszont itt is trükköztek. Valaki magára vállalta, hogy ő volt. Utána kiderült, hogy nem, ezért aki pitelt, kapott 950-et, és egy 1000-est, aki hazudott, úgyhogy duplán megérte nekik. Köszi Domic a 200 fontos támogatást. Úgyhogy ilyen, chat megint. Én mondom, nem hiszem el, hogy megint trükközni kell. Jó jártak. Így kapott az is, aki hazudott. És a pitelős 950-et kapott, a hazudós pedig. Ez, tényleg szerintem ti se értitek, nem? Köszi M-Games a subit! Mars! Gratulálunk. Gratulálunk, köszi M-Games. Nagyon jó Smith. Madridból Balázs, örülök. Szia. Hello, sziasztok. Jó estét, gratulálunk a subgift nyertesének. Hát ja, Laci, reméljük. Hát ha ez így megy tovább, van egy olyan szabályunk, aki háromszor közmunkázik, kap pluszba 1500-ot amúgy. Nem, Ádi, nem. Nem. Már csak 4 szubi kell, hogy reklámmentes legyen a következő stream is. Így van, most ez reklámmentes. Az elején meg a végén lehet, de közben nincs, jó? Megint. Mert tegnap óriási subgiftelők voltak. Te vagy a Paukember? Most már tudjuk, Normi. Most már tudjuk. Mindig sok az admin ügy. Hát nem tudom, adminok intézik most, ami engem érint, azt mondom, azt látjátok ti is. Feka végül feljavítta azért? Azt hiszem igen, mert ott öngyilkos RP volt, azt hiszem kopasz részéről. Mert azt nem lehet mondani, hogy na, akkor öljé meg ilyenek, ilyeneket nem lehet mondani. Köszi Mars a 8 hónapot, Robika szerelmes beléd, JK. Köszönöm szépen Robikának. Bárki is legyen ő, örülök neki.
Azért nem semmik vagytok. Hello, Krisztián, csőcső. Csőcső. Mennyire csinálják meg az ezret? Hát nem tudom, mennyi egy ezer közmunka. Fogalmam sincs. 45-kor megyünk fel a szeróra, és akkor onnan folytatjuk, ahol abba hagytuk. Nekem kérdésetek, hogy először kellett osztod, de én minden live-ban itt vagyok. Tudom, Ferenc, de nagyon durva volt, tényleg. Tényleg. Elit tag lett először. Köszi, M Games! Dániel Barabás nyerte. Elit tag lett, 16 ezer fontos tag lett emberünk, és utána még 70 subgiftet kiosztott a csávó. Nagyon durva. 3 másodpercet szoroz meg 1000-rel. Apu, húha. Új a profilod? Igen. Németországból. Köszönöm, Severin. És soha nem kapok tagot. Bármikor lehet nyerni. Bármikor. Ki tudja, hogy a nézők melyik pillanat... Hát tegnapira se számítottunk. Nem tudom, hogy kapasz, mit kapott, vagy mit nem. Arról nem informáltak, csak az én ügyemmel kapcsolatban. Cső, Kornél! 2 hét... Hát kinek mennyi ideje van ugye megcsinálni a közmunkát? Igen. Szia, Gergő! Nem lesz visszakérve, azt mondta. Ezt holnap látom meg amúgy. 2 nap, mire feldolgozza a YouTube. Cső, Jimmy! Szia, Stoki! Minden oké? Okay. Nem tudom, Ádi, kellene majd valamit csinálni, mondta az Ádika. Köszönöm, Milán. Szia, Laci, szép estét. Nagyjából 5 óra, azt mondja D. Sziasztok, mit mondtak a tegnapira? Még egyszer mindjárt elmondom, elmondtam az előbb is, de akkor 45-kor megint elmondom, hogy mi volt a tegnap, jó? Cső, Joker. Holnap lesz, holnap nem. Szerda, csütörtök, még vasárnap, jó? Ja, nem feszítek be. Na jó, kiugrasztottam a tricepset, de nem látszik. Szia, Gábor! Ádi szokott gitezni? Persze, ő is jön. Ő is jön most játszani. Feszül a póló? Ezt, dehogy is. Mindjárt Joker, elmondom. Szia, Kevin. Mindjárt elmondom megint. Nem tudom, Krisztián. 5 perc a nézők közé, ha jól számoltam. Nem hiszem, apu. M-Games, köszi szépen a 400 forintot. Még 3 szubi kell a szerdai reklámmentesség streamhez. Hello. Nem, 42-es akarom, lemértem Mutkó csak azért is. De mondta a személyedzőm, hogy neki 44-es, úgyhogy egész jó vagyok. Ja, várjatok, Tüdő mit intézett? Azt hiszem, Tüdő intézte. Ez egy jó hír, képzeljétek el, hogy védett frekvenciánk van. Ezt ma mondták. A 13-as frekire csak mi tudunk főcsatlakozni. Úgyhogy a képet ki is lehet venni. Nem tudnak jönni a trollok. Úgyhogy ilyenünk van. Ilyenünk van. Képzeljétek el. De ezt ma mondták a többiek. Azt hiszem, gondolom, aki a frakcióban, ő tud felcsatlakozni. Tetszik az Ákosnak az új szék. Igen. Igen. Pitelésről mindjárt mondom, igen, ha 45 van. Köszi, Zalán Molnár, a 3 holnapot! Nem is voltam, és kaptam szubit. Igen, így is lehet kapni szubit, hogyha nem vagy itt. Ja, úgyhogy ezt ma mondták a többiek, hogy ilyen van. Úgyhogy nem kell akarni most már. Szerintem a közös. Nem csak a miénk, a közös a szövetséges. Én szerintem. Szerintem. Szép estét, Máté! Szia, Imre! Sziasztok! Kérdezhetsz, Domic? Persze. Hány szabom van? Körülbelül most 550. És akkor leolvassak a frekvenciát, az hogy működik. Nem tudnak, Geri, rácsatlakozni. Köszi, Anna, a 8 hónapot. Szia! Nem tudom, hogy gondolom pépészte? Nem tudom, ezt nekem is csak mondták ma. Köszi, Norbert, 11 hónapot. Te 11 hónapja a subgiftből élsz, valamit jó csinálsz. Na, elmondom még egyszer, jó? Megyünk fel a szerverre, de elmondom még egyszer, mert úgyis hétre kell odaérni. De hogy tegnap a pitelés, ugye 2 pitelés volt, nem Domic, nem lehet Xboxra. 2 pitelés volt, az első ugye, amikor kiszállt Cédrus az autóból, mondta ő is, hogy én mit pitelem, szóval ott tényleg szinkron történt, viszont a másiknál nem, és kérdezték, lapított pár ember, hogy ki volt az, meg találgatások mentek, meg az adminok kivizsgálták, és akkor írt egy srác, hogy ő volt az,
és hogy kéri a közmunkáját. Meg is lepődtem, hogy kéri magára a közmunkát. Tök jó, mondom, tök korrekt. Erre mit ad Isten? Kivizsgálták, nem ő volt, csak hazudott az adminnak. Úgyhogy aki valójában volt, kapott 950 közmunkát, aki pedig hazudott 1000-et. Úgyhogy megérte. Megérte teljesen. Nem is értem, hogy megint itt kiskapuzni, meg hazudni kell. Ez kiborít. Én a hazugságot egyszerűen nem tudom tolerálni. És ezt mondtam, hogy adjanak neki is, mert ez most már nem állapot. Mit hazudik? Meg aki elköveti a szabálytalanságot, neki kell dolgozni a közmunkát. Ilyen van. Ilyen van. Köszi Dávid az egy szubit! Köszi Márk. Már csak 2 szubi kell. Úgyhogy ez történt tegnap. Vagyis ma fejeződött be. Gratulálunk, köszi Dávid! Hello, hello, motoros idő van Dávid most már. Sziasztok, sziasztok. Ja, és van olyan szabályunk, hogy 3 közmunkázás után 1500 közmunkával jutalmazzuk még pluszba, minden harmadik után. Mindjárt megyek, illetve megint láttam, élményképekbe teszik fel ezeket a ilyen fura fegyverszkineket használnak sokan. És ugye én mondtam, hogy ez RP szerver, nem DM szerver. Úgyhogy ezeket, erre hozzunk szabályt, hoztak is, pedig előbb írta ki. Meg igazából akkor most a réve, nem tudom kinek van még fegyverboltja, a fegyverbolt teljesen felesleges, aki ilyeneket használ. Hát így úgymond nincs kinézetből bevétele a fegyverboltosnak. Hát nem baj, Martin. Én nem. Most hogyha azt mondja, hogy ő átvállalja, az máshogy hangzik, Martin. Nem az, hogy ő volt, érted? Úgyhogy, ja, ilyen dolgok. Illetve védett frekvenciánk van, nem tudnak feljönni a trollok, jó? Úgyhogy el is veszem onnan a képet. Védett frekink van. Nézzük, megyünk oda. Folytatjuk tovább. Viszont most vesztes pozícióban vagyunk, mert elég jól elkaptak. És kíváncsi vagyok, hogy kifizetik-e az 1000 pénzt. Pénzt, értem. Úgyhogy jó szórakozás mára is nektek. Aminek mi a neve RP-ben? Na, azt nem tudom. Fogalmam sincs. Nem tudom. Nem nagyon jegyzem meg. Azt hiszem nincs már hang. De azt eddig is nem lett. Nem, ami előnyhöz juttat. Most kizárólag a fegyver skinre is behoztuk ezt. Mennyi idő az 1000 közi? 5 óra, azt mondta itt az előbb a D. Azt hiszem már nincs zene. Jó. Köszi Dávid az egy szubit! Péter Rási nyerte. Na még egy szubi, és akkor reklámmentes stream. Reklámmentes stream a szerdai. Mert ez is reklámmentes. Hát akkor én beszélek Anita. Egy milliót kell odahozniuk. Hogy de állítok ott vannak a zsaruk is, valami ilyesmit. De ez nem 1000, hanem 1 millió. Mi? Félre mondtam valamit? Nem tudom YouTube-i, nekem is ma mondták. Nem 5 óra, 700, 1 óra, akkor... Várjatok, hol vagyunk? Valahol itt vagyunk. Hol vagyunk, ha itt vagyunk? Hol vagyunk, ha nem vagyunk itt? Így voltam, ugye? Hol voltunk? Cső bátor, köszi Jimmy a subit! Zsolt, nyerte! Köszi Dávid! Reklámmentes lett! Köszönjük szépen a subgiftelőknek! Hol vagyunk, chat? Hol kell bemenni? Szia Balázs! No clippezzük be, igazad van. A tegnap donételt, a live végén a modder donételt, chat. Szállj el, kismadár, mondd el. Erre vagyunk. De nem tudom, hogy hol vagyunk. Jé! Valahol itt vagyunk. Aha. Nem, az a húsüzem. Melyik épületben voltunk, chat? Segítsen. Segíts, őcsi. Tudom. Na. Mutassad. Várjál, hol vagyok?
Egy telefonon nem. Ott. Ott a bejárat. Ott a bejárat? Jó, bemegyek. Most hogy mész? Jó van már, hát elállítod! Igen? Csá, köszöcs! Aha, megvagyunk. Vala, jó helyen járunk szerintem. Itt voltunk, így van. Megtaláltuk, szuper. Jaj. Nincs nálam semmi, így van. Elvették. Csá! Hello! Csá! Itt van Giriszta. Elég rossz. Hallod, de valami. Köszi bátor, kedves vagy. Köszi, köszi. Szólj. Elfenekelsz, Léci. Jaj, bocsi. Nem. De jó Isten. Cse. Nos, rosszul nézek ki, ne haragudjál. Rosszul nézel ki? Azt mondtad, nem? Jaj. Ne, nem tudom. Semmi ézi, huncot csolag, mert irgumburgum. Még várjuk a Manuelát, onnan folytatjuk. Itt nem lesz huncutság, aggódjál. Na. Az a baj, hogy feláll a karakter. Sziasztok, szép estét mindenkinek, köszi a subgifteket, sziasztok, csá. Igen, Feka, ez igaz, igen. Ja, hallod, gyere már. Hello győző, hallod, tegnap óta szorul a húrok elég rendesen. Úgyhogy nem tudom, hogy mi lesz. Fogalmam sincs. De ugye a rendőrök itt vannak, kihívták a rendőröket talán, nem tudom. Ja, igen, hello. Ja, hello. Semmi, elég rosszul vagyok. Igen. Meg Pista bácsi, ma feladtam. Nem, köszönöm szépen, de vagyok éhes, ez omlyos. Nem pedig adtam volna. Nem, köszönöm, nem szeretem a negrót. A mézeset talán, de a feketét nem. Most akkor nem szeretem engem. Ja, mi maga negró? Igen. De értem, akkor igen, akkor szeretem. Most már kérdezd? Hát attól függ, hogy mit jelent, mert jártam már úgy, hogy teát kértem, aztán golyót kaptam. Ja, na már most tényleg itt a zsobban baj negró. Akkor kérek szépen. Jó, hogy kérdezem zsobban negró. Csak nem busszal megyek, de én mit mászkálok? Hétre van ugye ide szervezve, úgyhogy még nem kezdődött el. Köszönöm szépen. Megeszem majd. Mit csinál? Te giliszta? Azt mondod, nem vagy giliszta. Úgy csúszol a fődön, mint a giliszta. Szia, uram. Szia. Nem tudom, hogy jönnek el többiek. Jó lenne innen folytatni az egészet. Igazából utána mit csináljunk? Ez itt a kérdés, mert most akkor... Az 1 milliót kiderül, hát attól függ, hogy kifizeti ki az 1 milliót. Na itt vannak. Nagyon jó, szép napot kívánok. Jó napot. Harmadik kollégájuk merre jár? Szerintem WC-n van. Oh. Nem? Jó, oké. Okay. Képzeljük úgy, hogy itt van. Jó, oké, okay, akkor legyen okay. Legyen így. Itt van, de még sincs. Itt van, de még sincs, set. Most azért meg cigány vagyok. Hú, elég sok. Rengetegen vannak. Ne bántsanak. Rengetegen vannak. Akkor ugye... Giriszta, új ember a frakiba? Nem baj, tessék! Ő D, csak most átneveztük. Na, tök jó, hogy ide visszajöttek, tök jó, hogy meg lehetett beszélni, hogy innen folytatjuk. Te giliszta! Nagy giliszta! Nagyon nagy giliszta vagy? Giliszta! Visslek izének, Csalina. Legyen kolbász, legyen kolbász! Már lőni akarok, azt mondja. Már lőni akar! Hát még várjatok, ne halljuk meg. Giliszta. Cső, Máté, rendben van. Na, Máté, mondd már, hogy intézted a rád védett frekit. Jó napot, hozzák a pénzt, hogy mi lesz? Mondja, hogy jó napot. Na, Giliszta, Mézus. Jó, Giliszta. Álljatok le. Milyen álljatok le? Te amúgy, te kinek? Ő mondta. Meg fognak ölni, tesó. Ki mondta? Hallod, Giriszta, hallgassál a... 5K volt a véletre kiányi. Na, akkor pépészted. Vagy jobb, hogy te egy dumász hallod? Ki ez a...
Hát gilisztette meg, miért nem hívod őt kukacnak, vagy tök fejnek, vagy mit tudom én minek? Milyen fő karakter? Vágjál már vissza, nehogy magad, hogy bántson. De, kolbászfejű. A hölgyike mosdóban van? Képzeljék oda, hogy itt van. Szia Attila. Hát, ja, igen. Hát mosdóban van, igen. Igen. Most süti nekem a palacsintát, amit tegnap megkértem. Remélem nutellás palacsintát csinál. A rendőrök itt vannak szerintem. Ezt így, ezt így. Figyelj, tessék, te tudsz lőni. Ezt az égére, egyre szarú nem lövök, bazd meg, hogy egy lőszer kell nekem. Hallott Gilista, hogy áll jobban, sokkára vagy sokkára? Ha egyen jönnek, akkor van baj lesz. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz. Bárkinek kell lőszer, akinek kell lőszer. Tessék. Azt a szakállat. Na, szerintem is úgy. Nekem miért adtál száz lőszer? Ugye kopasz nem lehet itt meg feka. Kellett a kombat. Nem, neked mert ugye ők kiestek ebből az RP szálból. Feka óriásit ment tegnap, tényleg nekem nagyon tetszett. Készülnek. Készülnek. Ja, igen, trollkodni nem tudnak főni Máté, igen. Ez jó ötlet volt, köszi. Jó vagy! Befívtam a füves cigit, rosszul. Bizsereg a szám. Nagyon erősek lettek, csak nem tudom, hogy mi lesz ebből. Nagyon erősek. Hú, ember rá! Most énekelniük kell velem, jó? Jó? Gilista, meg kukat. Gilista, meg kukat! Bocsi, bocsi, tarkát énekeljük el, jó? Féltek? Háromra, jó? Egy. Kettő, jó, három. Boci, boci, tarka. De nem. Se fül le, se fa. Énekeljetek velekem. Megtagadom az éneklést. Énekeljetek már velem. Nem tudok, fáj a torkom. Kukacs, Lici. Gilista. Fáj a torkom. Ja, jó, hogy én vagyok a kukacs. Oda énekeljen már neked, boci. Na, mehet kukacs. Én nem szeretnék énekelni. Rossz hangom van, eskü. Dior, te énekelj egyet! Nem baj, énekelj egyet! Sziasztok! Ó, menjen az opera énekem! Nekem az életed kéne! Hallod? Roli, menjen az opera énekem! Á, menjen, nyomja! Ne. Biztos? Pedig túl jó vagy! Ne, merre gondolsz! Te jó! Ne! Hagyd abba! Nem, neked mondtam a matukának! Ja, hogy jó, be tudják védeni, ja! Na szóval, kukacs meg Gilista, kíváncsiak vagytok az opera énekemre? Hát, hallgatjuk, igen. Aksa, várjátok. Dior, előre, menjél. Uha. Figyelj, ezzel akár tudsz ölni is egyébként. Ja. Amúgy. Ja, ezzel támad már meg. Erre nem kapunk copyrightot. Köszönöm szépen, viszont hát ez gyönyörű volt. Hallod, Dior, gyere előre. Én jövök, én énekelek. Helyetek srácok, mi van itt? X-Faktor? X-Faktor, én vagyok a Gáspár Laci. Amúgy az vagy, hallod? Én tudom zongorázni amúgy. Oda megyünk Gilista, ahova. A fütyűn tudok. Cseh, sziasztok, jó estét! Előveszem a telefonod az izé. Na most nem tudom, hogy mi van, meg készülnek elő? Mert 7 órára beszéltük. Hoppa! Boci, boci, tata. Oda megyünk lakni, ahol tejet kapni. Jó van, köszönöm, azért nem kell itt izé. Megfázott. Cső, Lucky! Anyu. Rendben, Tamás, jó pihenés, köszi. Tudom, jól, túl jól zongorázom. Ja, bekapcsoltam a streamer módot, ez nem, gondolom, ez nem copyrightos, Máté. Tudom, hogy eljátszom még egy, hát felismeritek? Na, felismerjük. Várjátok egy másperc. Úristen, milyen meg... Elbasztam, nem mindegy. Valami mindegy. Csak tegnap a modder donétett egy dollárt. Bolond a nő. Köszi Kevin a 2 hónapot, köszkő. Hogy legyen az 1 millió, vagy mi van? Nem tudom, jó lenne, ha jönnének, mert nem akarunk meghalni. Hát az nem rajtunk múlt. Azt tudja uram, az idő az pénz. Egyszer mondta, nem? Az idő az pénz. Igen. Pénz beszél, kutya ugat. Ez így van. Sajnos igen. Mondja. Hát ez igen. Itt sem vagyok, csókolom. Hogy sajt, menjük. Lehet, hogy még rakják oda az autók, hogy... Nem.
a szállítás. Na, társaik. Mindenki a moderálja fél. Most már magát. Nem műsorozunk itt a túszok előtt. Oké. Na, Niki rendet tett rögtön. Akkor ők parancsolnak a kékeknek. Aha, értem, akkor itt az Infinity parancsol a kékeknek. Óriási információ. Na és hogy érzik magukat közben? Elég rosszul. Tényleg? Nem is tudom. Elég rossz helyzetben vagyunk most. Hát most figyeljen, uram, kellett ez maguknak? Zsaruk még mindig itt vannak? Nincsenek jelenleg, nem. Hát befostak. Elmentek a zsaruk? Megláttak minket, aztán visszavonultak. Elmentek a zsaruk. Most figyeljen, akkor újra fölteszem a kérdést, megérte ez maguknak? Ez mi volt? Figyeljen, nem érte meg, de még mindig aki a döntést hozta, azzal kell majd beszélni. Hát, szerintem ugyanígy fogunk majd vele beszélni, mert nem, legyen nem tetszett nekünk. Hát, hogyha majd visszakapjuk talán a cuccánkat. Köszi Tamás! Frici! Gratulálunk! Rendben, tisztázzuk, akkor 1 milliót ide kell, hogy hozzanak, és akkor mennyi időnk van? Mit mondtak? Hány fegyverért? Mennyi idő? Nem sok. Fegyver. És egy hogy volt? Jövő egy szombat talán? Vagy mit tudom? Hát egy hétre jó. Vasárnap a tegnapi. Jó, akkor vasárnapra 10 fegyver, meg valami gumóról beszéltek. 3000 különleges fű, nem? Különleges fű. 4000 gumót, 4000 nem, gumót. Nem, az nem, nem volt. Nem, az nem volt. Azért nem. Nem, 3000 különleges fű, meg az a 18000 fegyver. Baszta kurva. Az most 10 vagy 18? 18? Tegnap még 10 volt. Tegnap infláció van. Nem, egyébként őszintén, hogy kiszámolja maguknak, már minimum 18 fegyvert. Igen, emelkedett az ár, emelkedett az így volt, sajnos. Én is pedig ott voltam az átadásokon. Azt tudom, hogy a 3000 különleges füvet azt átadtuk. 18 ott voltam, amikor több mint nem tudom hány ezeret. Ott hagytunk nálatok. Hát majd meglátjuk. Egyszer volt az, hogy 600 ezeret még az elhunyt diáznak odaadtunk, meg még utána is fizettünk. Meg ilyeneket adjunk, meg olyanokat, persze, ja, aztán biztos. Mi lett belőle? Ez. Ez, elkaptak, meg tudja, ilyenek. Tudja, uram, tűrtük, amíg tűrhettük. Nem, jó csinálják, mert... Tűrtük, amíg tűrhettük. Nem, én is azt hallottam, hogy valaki esett. Most nem tudom, hogy hozzák az 1 milliót, hogy nem. Imádkozzon, hogy meghozzák azt a pénzt. Mert remélem minél lebbi meghozzák. Nem, csak kicsit. Meghozzák, azt mondja. Hát remélem. Remélem, csak meghozzák. Ha nem jön a pénz, az életébe fog kerülni meg a haverjaim. Nem, hogyha nem jön a pénz, akkor barátai. Nekem kopasz adott Máté, 600 ezeret. Nem volt rá ott. Szépen fejjel lőj. Kackac, kukac. Majd utána tovább beszélgetünk egy kicsit. De utána akkor nem olyan szépen fogunk beszélgetni, mint most. Esetleg a Gilisztának adnak egy telefont, akkor meg tudja kérdezni, hogy merre jár a pénz. Ez igaz. Mi? Ne... Azt... Megint van. Megint van. Hova jött be? Mi jött be? Jó... Cédrus intéz meg kérlek gyorsan. Megint egy modder! Elnézést, megint váratlan vendég. Megint ezek a izék. Nem tudom, mit mondjak rájuk, de utálom ezeket amúgy, ezeket a... Hája uram, megint kezdődik? Megint kezdődik ez a... Hát... Nem akarok bobuszozni. Mi az? Hát pedig a bőle. Mi se akarunk. Mai nap is lesz. Szerintem mai nap is lesz. Se, tegnap a modder donétett egy dollárt. Meg főrakta azt hiszem TikTokra is. Remélem, meg tudják oldani. Ez egy jobb fejmodder, hát még pénzt is küldött nekünk, de az hát egy dollár kevés. Nem, hát ha már mod menüre van pénze, többet tanítelljed, nem? Okay. Csett, legalább subgifteljen akkor, ha már ennyi pénze van. Kaptuk egy busz. Hogy? Hogy? Egy pár busz. Kaptuk tegnap pár busz. Jó pár. Valaki megajándékozott már. Itt volt, hogy elmenekülésként, na, uram. Képzelj el, van egy jó hírem. Na, meghozták a pénzt? Nem. Nem lesz buszozás. Ó, hála Istennek, ez egy fokkal jobb. Na, tehát már ennek is örülni kell. Kirakták, köszi srácok. Már mindent örülnök kell amúgy. Hát amúgy. Gyorsan észrevették. Hallod kukat? Igen? Ja, Giliszta, bocsánat. Én meg a kukat. Legyen patkányos. Giliszta, vagytok meg. Giliszta. Napi? Köszönni is mit. Remélem. Szeretlek Giliszta, sziasztok. Ez a Giliszta, ez olyan szok. Ez a fejrúgás, tényleg az. Igen, Gábor, igen. Ah. Úgyhogy most tartozik. Na akkor telefonáljak nekik, hogy mi a helyzet.
Egy telefont amúgy valaki adhat neki, szerintem. Hú, halljátok. Addig, de utána visszatérve. Kobrából giliszta. Nem, én kobrát vagyok. Miért? Hát nézzem, hát. Mi ennyire? Nem. Hát jó, azért mindenki ne menjen el. Nem, mindenki, de hal. Na, térdelj vissza giliszta. Na, mi lehet? Vagyunk, de ne menjen. Ja, a telefonról volt szó. Na, arra várok. Állj már le. Akkor oda csörgök nekik, hogy mi a téma, fülött téma. Na, csörögjön, sokan vannak. Már ez így már... Kaptam még telefon. Aj, a hátam! Na, figyelj, adok én neked. Jó, van. Pink telefon, jó? Nem számít. Végig néz majd a telefonja. Az is jó lesz. Az is. Százos ők az nem az tudják, hogy ki az 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 is. Valaki tudja, hogy ki az 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 is. Egy elég jó énekes, majd írják meg. Be. Az is. Akkor itt figyelem a jó, ha megígéritek, hogy meghallgatjátok? Az is. Nem, csak én meg megélmedik már szépen. Mindig akkor, hogy valaki, hogy az is, akkor ez jut eszembe. Egy jó énekes, az is. Uh-huh. Ezt egyszer már mondtam. Hogy micsoda? Nem az a ria. Nagyon ketyeg az idő. Te, hogy az a ria, minél beszéltek, mondom, az is. Na. Nem az a ria, jé! Az is, egy külföldi! Akkor már vissza is adom. Vissza. Na jó, már. Miért lovagok meg? Lehet szerencséjük lesz, uraim. Azt kérdezik, hogy rádión tárgyaljuk meg, vagy bejöjjenek. Jöjjön be két ember. Két ember jöjjön be. Jó, de van náluk fegyver, ez valószínűleg ez. Hát ezt elveszük. Ma még nem Attila. Hát ne szarok. Az is egybe. Orosz? Orosz, lehet, hogy orosz. Mondjad nekik, hogy... Egy középiskolába mutatta osztálytársam. Azért legyen nálam. Ezt szerintem nem hallottam. Ugye kezdenek már, drágább a zsaruk eltűntek. Hát nagy szerencsétek török, van, az lehet, biztos. Török, hát az biztos. Valószínű. De rendőrök nem jöttek vissza? Változott a rendőrök nem jöttek nem vissza. Ebbe akarnak jönni. Hát elég gyávon gondolni, lépés volna. Hát szóval itt állat, bannoljatok már egyszer egy napra. Köszi Tibor. Az kultúrált emberek módján is meg lehet beszélni, nem kezdem a rendőr. Vágsz, nem tetszett? Melyiket? Rádió. Most várunk. Átmenjek vagy? Tessék. Tegnap a pitelős megkapta a 950 közit, de egy más valaki magára akarta vállalni, úgyhogy azt mondta, hogy ő volt, ezért megjutalmaztuk őt is egy 1000-es közmunkával. Kopasz itt van, kopasz nem lehet itt. Melyik az? Nem, hozhatnák már pénzt. Éhesek, szomjasok. Nem. Nehogy ki meg, nehogy ki meg. Elhihetik, hogy sem vagy. Önökön semmi rajtunk nem múlik, ez csak társaikon múlik. Ez a társaikon múlik. Ebben igazuk van. Tényleg arabot vonjuk kérdőre majd? Ez az életük. Itt az élet nem érhet véget. Szerintem ide fogják hozni a pénzt. Remélem. Én remélem, nem szeretik itt a vért oltani. Én sem. Érted, nem szeretik itt a véletjelkezni. Az embereket szeretem beoltani izébe, lőszerre. Hát én nem akarok, nem érnek annyit, hogy lőszert pazaroljak rájuk, na mindegy. Igen, ez így van tényleg. Érted, azért nem ér meg. Várjuk, hogy rágyunk tárgyaljanak ja, a többiek. Ja, miatt arab miatt szívunk, ja. Ennyi meg egy bambi. Mi jó, késem ja. Én karambitot hoztam. Na, mi itten a feketének a bece neve? Kukac. Kukac. Mi ez? Kérdezte meg kukac? Hát ezt ti neveztetek el, azért mondom azt. De hogy hívják? Hogy mondja a nevét? Hogy betűnjük. Kobra vagyok. Kobrász. Kukac. Kobrászt mondtok, akkor biztos, hogy felismernek. Kukac. Kubrusz. Kobrász. Abrakadabra. Olyan. Anna Korda. Ez milyen átok volt? Bocsánat. Ránk szólt egy átkot. Itt menegítőbe. Minden jó. Oda tavasz megtalálom, legyen szerencsés a családi szalasz. Képzelje, uram. Ahoj. Olyan tettem, geci. Na mi éppen? Sírás elkapott. Na, mi a tettél meg? Nem tudom. Nem emlékszem. Fegyelem nincs. Minden oké amúgy. Nem tudom, most olyan. Kis cuki szőke vagy. Kis cuki.
Tonsumókus. Jaj, te most egy pasizol most jelenleg? Vagy mi van? Fogd már lehet a bozirudit. Nem, amúgy na, én nem szóval. Vagyok már, bocsánat. Tehát bocsánat. Dolgot tisztázzunk le. Na hát én is vagyok bozi, jó? Ezt már szeretem. Nem lehet szégetni, na, bazd meg, azt hiszik, hogy bozi vagyok. Na jó van. Nem is értem. Nem mondtam. Momentukat, te alapból bozi vagy, hát hogy állsz már, mi megyünk? Na hát igen, erősítek. Moderáld magad, vagy én nem tudom. Igen, igen, Pista bácsi, mondom, feladtam a dedikáló kártyákat. Szia, Gergő. Igen, igen. Már tárgyalnak? Amúgy az nem jött lett, vagy véletlenül? Na, unatkozom. Aki lemaradt volna róla, van védett frekvenciánk. PP-zte a Máté, nem tudnak a trollok följönni, illetve senki más nem tud főcsatlakozni. A 13-as frekvenciára. Na, játszunk. Értem, jó, valaki számolja vissza, és akkor tudod ott a izé, ott a ding-ding-ding-be, izé, lapra itt föl. Jajajajajaj. Szerinted készülnek valamire? Mi van? Ne, valaki számol vissza. Valaki számol vissza. Kő, papír, ó. Ó, más hát, a dú. A bánat figyel, ez én nyertem. GG. Miről beszélsz? Hiába olvassak le a fekvőre itt, Gábor, igen. Hát még egy. Nagyon jó, menjen még. Lempek van, nem. Kapok a számra. Valaki dobja a számlálást. Valaki mehet. Ja, meg a garázsrendszer is megújult, plusz bekerült a ATM roglás. Egy-egy. Húnozni kéne velük, ja. Akkor legyen BO3, még egy kör. Az a baj, hogy nem tudom, hogy... Kalapos József. Valaki elkísér vécére? Nekem mondod. Persze, gyere, én megyek veled. Gyere, gyere. Elmegyek pisélni csak. Gyere kukac! Segítsek. Nem, ne fog meg. Ez az? Na, azért itt vagyunk már így. Kukacsodat ne fogjon meg. Jó. Akkor ide a kukába, jó? Oksa. Ó, én is addig ide mellé. Jaj. Nem nézek oda. A kukába. Addig lenémítom, mert ezek hülyeséget beszélnek. Megjöttem. Ki a számomat, ha adod az a 2 centi? Milyen 2 centi? 2 centi gyilkos, jó Isten, megijedtem tőle. Azt hittem a számom kiesik. De mi nézi? Jó teli, hogy osztad. Nem tudom, jó teli, hogy osztad. Hát tudod, az a nagy bohós elcsinál, nagy cirkusz elcsinál. Elnézést magam, mit volt, hogy teli ugyozta a kukát? Ja. Te, ezért... szoktam teázgatni, majd meghívnám önöket is. Ja. Nagyon jó. Hát ezt ne felejtsük el, majd elkapjuk az egyiket, mondjuk, hogy itt a teád. De tátra teára gondoltam. Ja, hát az a... Persze, hát kicsit keményebb. Ki gondolt más, kérdezem. Na szóval. Mert hány százalékos volt? Hát 60, nem? 8, én 80-at szeretem, az ütősebb. Valaki lőtt. Hát az drágább, az a baj. Nem baj, arra egyszer kell megvenni. Nem baj, egyszer kell megvenni, egyszer kell. Bánatták a... Hát nem, hát többször kell megvenni, hát elfogyott. Most nem tudom, mi van chat, de láttam öcsém, még amúgy kint készülőnek valamire. Megjátok meg az embereket és vigyétek be oda a szobába. Hallod? Jó, oké, vigyétek be. Szépen megfogom itt az urat. Vigyétek be őket, mert meg fognak halni. Na, akkor valószínűleg bejönnek. Tárgyalás lesz. Ide, gyere, borra vigyük. Szorítom az erőt, szorítom!
Szorítom. Szegdílós. Megfogom, először a kötözőmet szépen itt a gyógyvezetőben, megfogom, hogy rákötöm az egyik kezére, itt rákötöm. A szerdai stream is reklámmentes lesz, tudom, jöttek szubik közé. Átkötöm rajta szépen. Jó, nem, úgy nem. Ide, ez a szekrényhez oda hozzákötöm itt a kezét is szépen így. Mi ez? Én megsült a kezé, felrobbant az izé, atomerőmű. Náza gépik. Fakat, hogy nem karcsika? Nem, van egy olyan stílus, nem hiszem. Egy más kuki átfogjátok, hogy... Fúj! Nem menjünk már ki, mert nem tudom, hogy már... Én maradok előtt, Hallok. Én eddig beszélgetek velük. Oké, jó. Fúj! Nem hozzák a pénzt, vagy miért kellett bejönnünk? Hát, én nem tudom. Igazán érkezik egyelőre a pénz. Biztonságosabb hely. De gének, mit tudok énekelni? Ja, te sejn, mit inkább, jó? Sélek a borna. Hajnalokon át, két kezemet fogja, kérdi, mi van veled, még itt van, vagy már rég veled. Szerintetek túléljük? Hogyan tovább? Esélek a borna, itt van, hogyha kell. Maradj már csembe. Szara hangod. De nekem te ne, jó, babám. Mondták már egyszer a hangod. Nekem tetszik a múlt. Shut up, na, én is így gondoltam. Isten. Ja, elkoptak minket, minál az Infinity és a kékek szövetséget kötöttek. Úgyhogy eléggé szorul a hurok, elkaptak minket és most kérnek. De mondjuk pozitív, hogy már nem piacra fel vagyok. Na, angolt énekeljék, matuka. Tudod? Angolt. Kérdjük, gyerünk. De mit? Lehetne fognak rambolni? Szerintem az lesz, hogyha ki is engedjük ezt itt három jó madarat, utána be fognak szerintem jönni. Ja, adjanak egy fegyvert és kívül. Én se. Volt itt ennyit. Ja. Hát az én is így gondoltam, aztán nem kéne itt visszajönni. Sárcok hátul egyébként valaki védem. Hát védjen már, menjetek már ki. Ne, ne, Kevin, légy szüves, ne. Ó, kibicsakott a lábam. Ne írjunk személyes megjegyzéseket. Én sem fáj a lábam. De jó, menjünk, valaki menjünk. Már eltöröm neked még egyszer, akkor kihívják. Sziabla, zsej! Szerintem... lövődözés lesz, de majd elválik. Megboxollak! Várjál, hogy van? Keresnek kell, de azt mondja. Láma! Az állapkedve kivinni lámaköpködőnek. Lámaköpködőnek! Tudom, egyébként hallanak? Hogy? Igen. Hát az a baj, ettől az úrtól szeretni, ettől az úrtól szeretni most kérdezni, hogy esetleg nem vagy véletlen áramítés? Mert amikor közeledben vagy, azt megáll a szívem. Másik úrtól meg ezt kérdezem, nem vagy véletlen egy rózsa? De. Mert amikor meglátok egyet, te jutsz eszembe. ez nőnapra jó lesz péntekre. Akkor jegyezzem el. Hol lesz? Pénteken, nőnap van. Na, most akkor ezt tanulja meg akkor. Köszi! Black a 15 hónapot! Tessék? Van barátnője? De nincs. Hát akkor ne tanulja meg. Inglia, a nő. De hát a munkatársaknak is kell vinni csokit, meg ilyeneket, meg a osztálytársaknak. Osztálytársaknak? Mi vagy? Iskolába megyünk? Hát nem, amikor iskolás voltam, akkor vittem. Kedjük el, azt mondom. Mit? Mesélek a bornak, már hallani, is unja. Hajnalokon át, két kezemet fogja. Kérdi, mi van veled, ő még itt van, vagy már ég veled. Jó ez a hely. Van try. Mesélek a bornak. Köszi, Black, nem így van valam. És én így múlnék el. Vezess, jó uram, a netán rosszabb útra tér. Apu. Ha mitől függ a nőnap az, hogy kislányok nem vannak? Nem az iatsz a nőknek, mert udvarolsz mindenkinek. Az ember messze menne, el ne feledje a házát, merre tart és honnan érkezett, siratja bús magányát. Az ember messze menne, el ne feledje a házát. Nem izgulnak akciók közbe. Nem tudom mi, de szerintem nem tudják, egymásra várnak, nem? Mesélek apámnak, mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Bordban él az igazság. Kis éneklés, jó társaság, mi kell még, ja? Majd utána kapnak. Ezt már idegen föld, hús felett van. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Na majd én hogy fogom kínozni őket?
Az ember messze menne, el ne feledje a házat, merre tart és honnan érkezett, becsiratja a bús magányát. Na uram, hogy halka megemlítve, hogy lehet, hogy nem menne. Miért? Jönnek be! Rárk! Álljunk föl! Jó, figyeljétek az ajtókat. Uraim, ez 10 per mennyi volt, kérem? 3. 1 millió. Én maradok az alulra, akarítom. 10. Egyébként itt a fiatalember. Ez a kínzás. Maradok velük. Optikai kiáltása egyébként tetszenek itt. Miért nem megyünk ki, uram? Mit mondott? Már kivisszük? Lőnek! Hát ezt nem hiszem el. Lehet jönnek be, nem vittem, nem tudom. Elvileg ott futkározom én kint. Ez egyik nem a pömpölös csávú, de... Nem, nem, nem akarnak lőni. Nagyon úgy ugráltak itt tetőkön. Most nincs olyan kedvem itt, hogy itt lövöldözzünk. Nekem sincs. Nincs kedvem pazarolni. Kilista, stand up, please, and your follow me. Patra. Igen. Jó van. Jó English tudás pedig úgy. Bye, Habibi, come. Habibi. Vannak, nem? Nagyon bár. Ide be a sarokba. Még hátrém. Másik irány, balondulj meg. Húzzák a pénzt. Túlsóra. Arra. Gyertek meg. Hát te hová mész? Másik irány. Tölték irány. Te só? Nem hall engem. Merre mész? Tudod, hát nem tudom merre mondjátok. Nem erre kell menni. Majdnem sikerült. Hát iskolában lehet megvan neki az általános 8-á vagy az A8. Hát miért én nekem is csinálom? Nem mindegy, hogy most A8 van meg hamarabb vagy egy 8-á. Ide vagy. Gyert. Uram, ez olyan régi. Hát ezek 5 éves poénok már. Álljatok meg! 5 éves poén? Stop! Állj! Hát a kobocs! Mi jelenek a horgászok a temetőben mindig? Jaj, ez egy tunyol lesz. Nem tudom. Sok a halott. Ott. Jaj! Nekem fáj a hasam, uraim. Bocsánat. El kell menjek akár. Kicsit se éget ki az agyam. Ezek nem tudom most mi van ezekkel, de... Ez nagyon hétfő van. Ajaj, mi lesz ebből? Négyen ma Evolution. Szembe. Jaj, szembe a tetőnőtem, ketten az utcán. Hát remélem, nem. Mindegy, én megvédem magukat, aztán már mindenki tudok kérek. De a Matukának mondtuk ne, már, ne, hogy ilyeneket ne csináljon már. Erre meg mit csinál? Annyit, az a baj, hogy annyit mondok, uraim, hogyha elkezdenek lőni, akkor én az vagyok... Nem, azért... Hát az ne, nem tudom. Hát ne, én nem lövöldözök, ne. Akciózni akarnak. Nyugi, megvédem magukat, Kukacsán, nem vannak. Kukacsan, Gilista. Yes. Oké. Okay. Kiszabadítanak? Nagy English ez a fiatalember amúgy. Yes. Yes. Very buddy amúgy, nézd milyen ruhában. Very big dick. Very good. Elnézést. Very good, very nice. Csak lassan. Itt aki bent van az a. Na lassan. Itt megállunk. Akkor srácok azért többiek azok vissza. Ne mindenki legyen itt. Jó, vissza. De te nem! Túlszám! Gyere! Kukacs, menj itt! Mindenki beszél, mindenki szerintem megvan a nyolcsa, meg a Gilista jöjjön utánam! Jövök utána! Ide! Legyen nedvesek, térdedjenek le! Jó, Pingus! Kedves térdjükkel, térdeljenek le, így! Na! Jó, én velem maradok le! Meg kell beszélni a többiek, hogy mi... Belül, ha kell... Élve mind a kettő, a kukac meg a Gilista, akkor gyertek be az 1 millióval. Megyek ehhez a szőke királyhoz. Ki is nyitom egy az ajtót. Menj innen te. Látjátok itt térdel. Ja, értem. Hittunk ki. Nem tartogatják a fegyverek. Ki a faszom? Ebből dara lesz szerintem. Vigyázz, valaki lőtt. Jó, ez kicsoda. Nem rong. Jó, gyertek be. Ez most mi? Az a baj, hogy a lövődőznek minket fejbe lőnek. Ide jött egy random ember. Szerintem itt a kukacsnak a... Igen. Tehát itt egy modder jött. Lehet egy kis fanboy lesz amúgy. Az az. Ó, Istenem már, ezek a rajongók itt. Ki van? Kukac, miért vagy ilyen híres? Nem én voltam, eski. Na mindegy. Hát... Megoldjuk, megoldjuk. Nincsen gond. Szerintem te sompolyogsz a bajsod alatt. Szegények, tényleg amúgy őket is idegesítettek. Mi van el? Nem tudom, mostában megszaporodtam itt a modderek. Így kell kukacozni, várjátok. Kukac. Bocs, intézve a fanból. Na, szóval. Köszi, srácok. Ja, nézd kukac, jó, kérdek. Itt érve a kukac meg a Gilista. Kérdeztem viszont. Szeretném kérni most az 1 milliót és utána el leszek engedve. Tartsátok a túlszokra a fegyvert. Azonnal fejezem, ha... Nem tudom, kik jöttek. Nem, megyek. Gyertek be ti a pénzzel. Fogjátok Niki hátát. Nikit végig tartsátok. Fogjátok Nikit. Nehogy értelem. Hát győző, megírja szerintem a
Közben egyébként ezen a rádión is vannak sokan, úgyhogy ide is berádióztam, hogy fogják a Nikit. Jó, mi a mi rendi? Tudom, mi a rendi. Ott van kukucskájbe. Na, látod, tessék, babám? Itt van. Hova jött? Átadtad? Várjuk őket. Látok készen lévek. Ja, vasárnapra fő kell készülni, akkor gondolom ne adjuk nekik oda a fegyvert. Most így a pénzre, de a pénzt azt nekem vissza kell adnom, aki... Megjött a pénz. Na, álljátok fel! Gyere velem, Miki. Kukacunt glista, pappa. Nem a jót. Rezs B. Mehettek. További jót, nem szeretek akkozni. Haszta. Köszönjük szépen a tárgyalásokkal is, hogy akkor elszik, jó? Gyertek, megyünk. Arabék. Gyertek. Szessen bele. Na most? Most se? Rossz a központi zárad! De úgy nyitom a központi zárad, mint soha. Próbáld meg. Most jó. Fanszba. Mint az egerek, hallgatóan vagyunk, azt nem lehet. Van, akit elbasztak. Igen, az itt igen. Van mindenki megvan. Nem tudom, mi lesz ebből most. Mi tartott eddig? Zsaruk, elmentek? Nem is voltak. Te varma, hát egy rossz autóba ültem. Vagyok szép. Van mindenki. Menjünk el. Üljetek a kocsiból. Nem lesz lövöldözés. Aha. De nem tért be. Ott nyitva. Aha, céloznak ránk hát onnan belülről. Azért menjünk innen. De miért? Hát, hogy menjünk innen, mert azt hiszik, hogy lőni a... Várj már, jó. Francba. Vagyunk jó, azért páram mi is. Hú, hála Istennek, hogy nem. Egy embert megöltek. Itt öltek ki. Egyet, a Ferit tegnap lelőtték. Vagy na, lelőtték a Ferit, igen. Ezt faszjuk. Nem tudom, hogy sem van. Vagyunk mi is pár. Na de ezt át kell beszélni, hogy mi legyen a következő. Hallott Kály, kifizette ki az 1 milliót. Mi voltunk egyben. Jó, kifogom, vissza fogom adni nektek. Én nem szóltam. Visszaszedjük őket. Nekünk ez a tervünk, hogy most. De vissza kell szedni, persze. De visszaszedjük őket. Jó, majd elmesélem még, mert még van követelés még. Mondták, hogy valami 3000 csomagot. Igen, meg 18 fegyver vasárnapra. Jó, persze. Most azért, mert egyszer elkaptak titeket, most azért nem az azt hiszi, hogy ők ezek a fejzőt. A lovas kocsit érted venni, tudom. Biztosan adunk ezeknek a dolgokat. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz most. Ma még összeakaszkodunk szerintetek? Nem. Izgalmas. Most meg kell beszélni, meg az arabot megkérdezem, hogy mi van, hogy ráfogtak mindent. A kopasz feka, a feka is, de a feka leszúrta. Beépült a feka, képzeljétek el. Nagyon durva volt. Nagyon okos ember amúgy. Én ezért bírom őt, ezért szeretem. Nem arab, ja. Lehet elveszem fel a segítőt. Mi? Ja. Menjünk be szerintem a tárgyalóba, nem? A méghintő. Pandem, mert pingint levadásztuk. Indexet? Nem, piskóta, nem. Szóljatok akkor a többieknek, hogy a tárgyalóba. Gyertek rá. Igen, mindenki gyertek a tárgyaló. Szevasz, Golc. Cső, szia! Mizu! Hát semmi, most menekítel, fizettek értem 1 milliót, a francia sem bele. Ne idegeszítsz, tiszta ideg vagyok. Figyelj, már hallod? Ott volt a pingvin. Igen, tudod mit mondott? Hogy te fogsz ott legközelebb térdelni előtte, és azt mondja, hogy csak telefonon van nagy a szád, egy kis csicska gyerek vagy, ő csak a telefonban van. Tudod, mit fog belőle csinálni? Mit? Kinder pingvin.
azt a kis szalosz teljes ennivalót, azt a kis gyerekeknek való morzolászos puziszágot fog belőle kloffolni. Csak mondom. Hát jó, jó lenne. Azt mondja, hogy ő a tettek embere, de te meg nem, te csak a szavak embere vagy. Jó, oké. Te, én mafiózó vagyok. És azt mondta, hogy büdös is vagy, meg gyámoltalan, meg azt mondta, hogy kis... Gyámoltalan! Meg Ratyi Tallér, ezt is mondta. Ratyi Tallér. Ratyi Tallér. Annak hívja, ja, fő kéne, hogy hívja. Na hát kell hangtompítót. Francba. Na, hát akkor kezdődjön a mai napcset. Kíváncsiak, hogy mit mondanak a többiek, vagy hogy hogy vágjunk nekik vissza. Suppressor? De, de azt a fegyverboltba tudok venni. Hát de ez az Unicorn is. Halló. Biztos tőlünk van? Halló. Tőlünk van. De nem, ez a szaros égposztalat ülik. Unicorn? Ti emberetek? Aha. Igen. Vedd fel a maszkot. Hát csak a hófehérben van az ember, mi a fekete az azért miért van. Ja, ő velünk van. Jó, ez ott volt, ott volt, igen. Ott volt, oké, jó. Na már bizonyosba épül valaki. Velünk volt végig a tetőn. Na elsőnek, van rádiód? Nincs. Pedig most már 13-as rádión tudunk lenni éjjel-nappal. Na, hogy? Ez a fix rádiónk, hát mert... Le van fixálva egy rádió. Le van fixálva, így van. Na ez jó hír, végre. És valami. Akkor csak mi tudunk ezt a rádiót használni. Jó, nagyon szuper, király. Figyelj, az 1 milliót azt átutalnám, kifizette. Nem kell átutalni, én meg a szarvas fizettük. Jó, de hát akkor az hogy lesz meg? A szarvasnak visszaadom a pénzt, az én részem az nem kell, a szarvasnak visszaadom. Hagyjad már. Most annyi a lényeg, hogy ezeket kapjuk el, meg fingassuk meg, mert ez így nem áll. Jó, a másik arab tőled akarom kérdezni, mert áthivatkoztak. Ugye emlékszel, amikor a kopasz adott 600 ezeret? Ott a golfpályánál. Emlékszel? Feleztünk. És mondta, hogy a BK-jé fizettek ennyit, meg mindent megcsináltak. És akkor azt mondta, hogy te bontottad fel ezt a dolgot, hogy ebből mi igaz, hogy te találkoztál vele, és felbontottad ezt a békét, és most azért történt mindez. De marabja. Kifizették a 600 ezeret, igen, meg volt beszélve, hogy béke lesz, aztán rá egy pár napra meg hallottuk másoktól az infót, hogy ők meg ki akarnak minket végezni, meg lefognak minket térdeltetni, meg vissza fogják szedni a pénzt, meg így, meg úgy, meg amúgy. Aha. És akkor szembesítés volt, és akkor hebegtek, habogtak össze-vissza. Azt akkor mondtam, hogy jó van gyerekek, mondom, akkor innen még elmentek, de akkor így ezt befejeztük. Jó, most nagyon nagy a szájuk, mert akkor a pinkekkel ugye barátkoznak. Elég sokan vannak. Jaj, normális hát, vagy ősi? Na a másik meg, hogy vasárnapra kérnek még 18 fegyvert, meg 3000 becsomagolt füvet. Az igen. Én jó, van. Jó, megy bázal. Jó van, én is szeretnék kérni tőlük akkor most 15 milliót. Illetve ott volt kopasz is. És a feka beépült, képzeljétek el, beépült a kékekhez, egy gyönyörű munkát csinált, és odafogta a pengét a kopasz fejéhez, és mondta, hogy meghal, hogyha nem teszik le a fegyvert. Ahhoz képest fekát fejbe lőtték, de fekának sikerült elvágni a torkát a kopasznak. Ez az én emberem. Öngyilkos lesz, ja. Feláldoztam magát. Azt mondja, hogy nyugodtan nyírják ki, úgyhogy nem is értettem. Értetek, feláldoztam magát, hogy feláldod? Kobrász. Rendben. Az igen. Na mindegy, köszönöm szépen, hogy megmentettetek, akkor mi legyen a következő lépés? Meg kell őket törni a büdös picába. Kettesével mindenki az autókban, aztán hajtóba dászat. Hív a pingvin! Oh, hív a pingvin. Na osszad ki akkor! Ide most már visszajött a felhőgöd. Itt vagyunk a szövősek barátoknál. A 13-as rádióra, gyere. Mondjad csak. Cső. Kettesével mindenki, aki ahogy kényelmes. Jó. Egyszerre menjünk, ne külön. Ebből nagyon nagy lara lesz. Ez nagyjából hát, egy így? Pár utcában legyünk, mozogjunk nagyjából. Hát igen, tegnap is ez volt is. Az a baj, oda mentünk, mert valakit lefegyvereztek. Uh-huh. Oda mentünk és rögtön körbeálltak, vagy nem tudom hány boliddal. Rengeteg bolidjuk van. Menjünk úgy, hogy ha kettán leszünk jó? Egy autóba, akkor lesz. Ha találunk egy rózsaszint, vagy egy kéket, vagy kettőt, azt körbe veszik is el, és azt behúzzuk, annyian vagyunk, hogy nincs mire lőjönek. Fú, én ezt a pingvint ki fogom helérni a picsába. Ja igen, azt mondja, hogy letérdeltet és... Megkolom, hogy a száj, ja. Persze most hívott, hogy izé, háború. Hogy van, ő most kereszt 1 milliót meg. Hú, de... majdnem mondtam, feldugom a szegget, Bobkethez. És akkor ugyanazt el tudjuk vinni őket Bobkethez, és a kőtöllük most dupláját visszakérjük.
Jó. Pentez vegyük őket, mert azt ők jobban ismerik, mint mi. Először kapjuk el őket, aztán utána tervezzük meg kapjuk szerintem. Kapjuk el őket, addig én meg kigondolom, hogy hogy legyen a további. Csak az, akkor mozogjunk együtt, jó, ne legyünk egy. Na de akkor tetejébe, nem, akkor ők bontották föl a megállapodást, akkor hazudnak. Mit tudom én, 3 autó, 1 csapatban. Nem, csak annyi, hogy mozogjunk kb. Egy területen, ennyi. Ja. És terület. Rádiózunk, hogy főpublik, akkor főpublik körülötti utcákat nézzük, meg egyes bank, mit tudom én. De ezek nem mozognak egyedül amúgy. Mondjad? Mángus. Mondja, bátya. Annyi, hogy nem mozognak együtt, egyedül szerintem. Összefogunk. Hogyha sokan vannak, akkor hogy kapjuk el őket? Valaki engedje már. Egyet, kettőt biztos el fognak hadni. Be kell nézni, le kell, el kell zárni. Tőlünk valaki engedje be az illetőt. Beengedem. Amúgy is politikai járak, az meg 2 személyes, szóval. De a bolidnak viszont könnyen kiderülheti a kereket. Ja, mondjuk a bolidot könnyű megtalálni, vagy azonosítani, úgyhogy ez jó. Hát terepjáróba kell menni, aztán. De az már nehogy a fin, Fétónak a hegyre, az, azzal vagyok. Azért mondtam. Hát megyek, én főbrítem az összeset. Ahogy valamelyik beáll elém, azt ja, átlökeni. Fő kell borítani őket. És ha csak, mit tudom én, elkapunk pár embert és követeljük, hogy jelenjenek meg. Ja, mindenki jippel, meg ilyenekkel menjen. Hát kérjük a pénzt. 2 milliót kérünk tőlük is. 2 milliót, 1 milliót, amit elvettek, meg 1 millió bánat. Meg. Most már így fogunk menni, azt akkor hónap meg ők jönnek, majd 8 millió volt. Ezt akartam mondani, hogy kérünk 2 hónap, elkapnak minket. Jó, viszont azt tudjátok, hogy ez most el fog durvulni, hogy erre mindenki számítson. Ez egyértelmű. De hát most ők akarták, hát most... Hát persze, nem. Most ezt nem kellett volna meglépni, a kékek addig meghúzták magukat, most lett nagy a szájuk. Hát főleg persze, az egyik ilyen, ilyen kutyafejű, olyan nagy szája van meg a csúnyaságnak, hogy hihetetlen. Hát, a kobold, geci. Ja. De izéket nem értem én sem, ugye a rózsaszíneket, mert így nem volt velük baj. Nem volt eddig velük baja. Szóval nem értem, de mindegy, hát most ha ők ezt választották... Ja, meg a giliszta, vagy bocs, D. Hiába mondta, hogy kolbász, ezeket nem érdekelte. Ezek már nem kolbászoznak, ne aggódjál. Hát az már nem kolbász. Kolbász kapnak, csak máshova. Figyelj, itt van, haltam a Rio de Janeiro. Ja, ha összetalálkozok, akkor már ott lövöldözésre. Jó, menjünk. Főmegyek. Veszik rádiót. Rádió, meg fegyver, ja, drog, mindenki. Tanítsatok már meg, hogy az autót kivennek. Mi az? Akkor jössz. Nyertek vala. Rókos, mi újság? Igényelted az autót? Neked is a hátadon van benne a garázs. Hú, de jó, örülök neki. Ja, akkor nem jössz velem, hogy menjetek mala. Golyóállót húzok, csak. Golyóállót. Ha lesz egy kis időm, akkor majd feltudnék valamit. Jó. Na én arra nem jöttem, mi úgy kell. Hallod, Kobla? 11. Igen? De kivel mész? Hogy lesz az izéd? Hát menjünk a pandemmel szerintem. Jó, oké. Jó, akkor jöhet Lóka meg a széna is. Jó, akkor menjünk. És akkor úgy ülünk. Tényleg nem basztottak, Kobra? Hát nem, hála Istennek, de ezek dilósok, az a fülemet bántották, énekeltek. Ezek dilósok. Dilósok ezek. Az, mondom engem, az a izé, kobold idegesített. De az nagyon. Bocs. Haló bácsik. Szia! Temu. Temu, csak... Ja, az nem Temu. Az nem Temu Spencer van. Temus fel! Temu, jé! Kértek egy fegyvert. Fegyvert? Persze, hogy kapsz. Két hedze nem kapsz. Csak ilyen rádió. Jó. Na, chat, legalább van izgalom, nem? Na, a 13-as Freki nem tud följönni más. Az már jött, hogy nem a baj helyzet. Ez jó. Jaj, jó, sokan nem? Vagyunk. Nem a baj helyzet, hogy beszéljél. Úristen. Annyit még fontos, bocsánat, annyi fontos tudni, hogy a pinkek irányítják a kékeket, ők dominálnak. Kell vennünk egy publikba. Tényleg a rádiózásra figyelj, ez a fontos info, ne menjen, jó? Na, Kobla 11. Készen állok, Ciolo. Készen állok, igen. Te iszol? Te ilyenkor alkoholizálsz? Én tudtam, hogy te alkesz vagy. Nem az. Nem igaz. Arra eltűnt a sofőröm. Ez Roar Energy volt. Na chat, hát akkor induljon a balhé. Azért örülök neki chat, mert nem volt eddig ellenfelünk. Végre van ellenfelünk. Nem tudják leolvasni egy rádiót, hogy nem tudom mi van erre, mert ugye bepépésztől. Hol a pandem? Csak most nem tudom, hogy ilyenkor más is be akarja majd pépézni, akkor mi is megszívjuk. Van admin ugye módunk.
Köszi a támogatás tagságot, tegnap 70 pár subgift lett kiosztva chat. Kifizették, igen. Á, ez a garázs maradt a régióval. Remegy a 6x6. Jaj, pocroka. Poc. Jaj, itt van a kesztyűtartóba az olaj. Azt hoztam. Milyen olaj? Úristen, ilyet adsz, az olaj? Jézus, tisztek kobla. Na merre vannak? Tankolnunk kéne. Hát ott a szállják el, tankod, meg ott a benzines van a hátul. Na, megyek. Csináld már meg róka, drága barátom. Egyébként a főpublikba szoktak kempelni. Ott kempelnek. Nem a főpublik, gettó körül. Nézd itt az e, nézd, el a lövöldözés lesz és túléljük, lesz 5 új tanunk. Köszi Gábor, 5 subgift, ha túléljük a lövöldözés. Panna sötétét. 5 üzemanyag kártya. Fél még vele? A mutató azt mutatja, hogy rendben van, kattan. Oké. Király vagy róka, köszi. Nincs miért. Hát szó, benézzetek be, vagy a szenelőtelek. Itt vagyunk benézni, ja, most meg menjünk be. Na kapjuk el őket. És biztos, persze. Elnézd, amit a malában. Kifizették, igen. Benni szüres. Ennyire, hogy még teragos. Jó az. A szegény negyed felé nézelődjön mindenki egyébként. Megvannak. Kékek. Az összes ott. Itt van, hogy kékek. Igen. Tudjuk, hogy hallanak a kékek? Én nem tudom. Széna, te tudod? Te kijöttek, jönnek több vízbe lesz. Nem tudom, most így ez már. Mellelaknak. Jaj, megdobott a kutya az úton! Milyen kutya? A kutya! Átszaladt a kutya! Azért mondtam, gyere! Ez csak, hogy én nem tudok vezetni. Aras pikulákat. Sokan jönnek rám. Merre vannak? Mennek a fömösre. Keleti jelöld a keleti. Egyenes. De jó, de jelöld be! Ne mondjad! Mert nem hallom a rádió miatt. Előttünk keletire mennek folyamatosan kék bolidók. Egyes bank bolid. Itt van lakó. Elkapták BMW-t. Főpup. Ugglasz le. Ugglasszál le. Oké, nem mondjátok, hát egyszerűen főpup. Főpup, mindenki. Főpup, mindenki. Sokan vannak. Tesszó, mehet rá, hogy a lövé? Mehet. Főpublik, igen, hallottátok, mehet. De... Ez fújtott, itt ábrul le. Jó. Ott vannak. Már lőnek. Uram, atyám! Két bolid gatya. Kerék offosz. Itt ezt írd ki! Bakker! Meg vagytok? A kerekünket kilőtték. Jó, figyeljetek, mert jönni fognak. Nem jönnek, gyerünk, fussunk. Mennünk, de két kerekünk hiányzik, el kell futnunk. Azért mondtam, hogy fussunk, mert most nem jönnek. Jó, szálljunk ki, Bakker. Róka. Jönnek. Ebből lőjetek hátra, ki lehet látni. Bakker Kolc rögtön meg is hasalt. Srácok, hárommal kocsi nélkül maradtunk. Ne ugorj le. Keset, mi nagyon szokottak. Kolcot elvesztettük. Meghalt, kéne help nekem. El tudtok vinni egy publikhoz? Róka, bújj el, mindjárt érted jövök, kami, jó? Kami mennyire nyugodtan vagy érted. Van valakinek ettől? Próbál leszünk. Itt egy publik szembe, ha tovább mentél volna. Ahogy felelőttek egyet a kerekünkbe, kiesett. Bakker, hely. Ha akarod, akkor jó. Gyere ide, Benny. Itt öpott, ja, semmi. Három kocsi megy félpítik felé. Ez nem jó, akkor itt nem kérem ki. Menjünk másik publikhoz, mert ide fognak jönni. A rózsaszíneket mehet egy bőrszerűen van, igaz? A bőrszerűen nagyon mindannyiunkban. Ezt a bakker! Jön. Bakker! Ezt is itt kell hagyni, bakker! Ezt, én ezt nem hiszem el. Róka szerzett egy autót.
Szürke kék gyöngyöt? Én is éve vagyok, csipofrók. Azt a cset. Van kettő pink jön erre, róka. Ez, ezt nem viszont már. De ez így mehet? Kettő kék. Kiptört kerékkel ez így? Oké. Rendőr, mindenki megvan? Hol vannak? Nagyon nem Mirror Park, nagyon Mirror Park, nagyon sericsinket. Három autó. Mirror Park. Nem, itt a három autó. Mirror Park hegyen vagyunk. Jól tudom kikérni. Itt állunk, kiteliben a kanyarba. Kikéred? Egy kong, azt mondja. Itt a kocsi, vigyétek a kocsit. Nem mozog, polisztok. Ott a BMW-met, vigyétek a BMW-met. Nem jó. Mire kell rámenni átadásra, csőbugyis? Igen, 500 kóitot fizes. Ez most is hirtelen megvett. És hol van? Itt a BMW, jönnek vele. Az ott, gyere te! Na várjál. Vegy kék. Benézd be, itt egy kék leszart. Egy kong. Emrég lőtt alta. Miért nem indul? Hát még itt van két autó, de most följöttünk hegyre. Egyszer. Akármerre megyek, mindtől 3-4 autó egyre körülött. Szerintem nem jó! Először a J után a hosszúkát. A Mirror Park, rúppoljunk össze. Megvan, gyere. Csatolj be. Jó, Mirror Parkot jelöljétek. Ez mi? Mirror Parkot jelöljétek. Mirror Park még mindig? Mi az? Rúpoljunk itt össze. Ez kék? Ez lőtt? Lőnek valami... Lőnek! Hol van, vagy mi ez? Ez is van, faszom itt. De a Mirror Parkot valaki jelölje, mert nem tudom hol van. A Mirror Park hegy. Meg az szürke, az kék. Ha a hegyre úgy menjek főte. Csak Mirror Park. Lőnek minket. Jaj, gyülekezünk, hogy csak akkor én azt a menjek végig. Nem tudjátok hol a Mirror Park? Még krómos autóval vagy egy menjük. Ezt nem hiszem el. Vigyázz, ott a bolid, vagy mi a kerekünket. Várjál! Lila, látunk meg ezt! Hol a vulkán? Itt a Mirror Public garázsnál. Szálljunk ki. Fő public. Mi a Mirror Park? Jó, itt megvár a fő public. Mi vagyunk, rómos kocsival? Előjétek. A vulkán Mirror Park. 2-3 perc is jön. Igen, mondjad. Hányan vagytuk az autóba? Jelenleg nem tartózkodom autóba. Ketten, az a baj, hogy ezért Takó meg én vagyok, csak ketten férünk be abba a kocsiba, mert Infinity. Ja, ott vannak a hegyen, nem? Ja. Figyelj, az kereket ki kell cserélni, gyertek! Ám, mi vagyunk, ugye? Vigyázz, itt! Fekete rammal mi lesz? Levissoknál vannak. Kaphatunk egy kis segítséget. Szá, MG vannak, mi vagyunk? Rómos! Ahogy már elmondtuk, vagy ott. Csak azt mondtuk, rómos, az nem egy ilyen autó. Basszus, a fele csapat elhalt, vagy? Mi itt vagyunk az egyik boltnál. Nem tudom melyik. Mirror Parki bolt? Jó, Mirror Parki bolt. Föl, gyere föl a tetőre. Van benzink úgy? A másiknál. Nem tudok főmenni, hogy tudok főmenni? Kobra. Jó, ez az. Jövett föl public. El még benézve kell szarálni. Vagy jövök érted? Velünk van. Lőnek srácok, itt azt ki kéne szedni. Gyerekek, a Mirror Parki boltnál nagyon sok lila. Ami rózsaszín. Rózsaszín, igen. Ó, bakker. Nem tudok főmenni, te hol? Kereket, sofőr hullott. Nem
hanyós hullott, bocs. A dohány volt, a kettő darab lila. Ilyen dohány volt, amúgy a Gyere. De bakker, hátba lőttek. De az is, ászta! Gyere már. Na mindegy, nézzük a lövöldözést. Hátba lőttek. De szóltunk egy ipadnak! Az a baj, hogy hátból jöttek. Mirror park mögött. Nagyon sok a... Pinkból így jön utánunk. A szén a fönn van a tetőn. Ugye a vulkáns lő, az lőjétek. Figyelj, alattatok van egy ember. Alattatok van kettő ember, három. Ja, azt néztem, hogy egy... azt néztem én is, hogy oda legurul meg minden terepen megy. Azt néztem én is. Megyünk konditerem. Mindenki más. Mirror park. Jó, megyünk. Láttam én is, hogy begurul oda. Gyertek, leír az alja, nem? Majd a cécetek összesen, ne külön-külön lövöldözetek. Nincs értelme. Mi itt vagyunk a hegyen, Széna. Nem tudunk lemenni, mert egyből lőni fognak. Nincs ott fedezik. Hát de... Nem értem. Na viszont erre számítottuk, hogy ez lesz. De szóltunk, hogy ott vagyunk. Ja, ennyit a tenerkel miatt ez még nem necces annyira. Cénaikat lelőtték a tetőn. Én meg élek. Öcsi, neked itt kell lenned. Hol vagy, öcsi? Szedd szét őket! Két kocsival jönnek. Itt vagyunk mi is Infinity-vel. Hú, hát ebből mostanában ez lesz, chat. Siessetek, mert más ízé... Más nem látunk itt. Jövök. Hova menjünk? Mirror Parki bolt. Nincs senki. Nem a PD fölötti boltnál vagytok? Nem, most jöttünk el Mirror Parki bolttól. Itt körözünk. Hát ott Mirror Parki. Ott lettünk ki elvileg a tetőn őket. Az PD. Biztos nem. Az a PD fölött volt. Van, van ez a nitrós. Ne a Mirror Parki benzinkúthoz menjetek. A Mirror Parki bolthoz menjetek, nem a benzinkúthoz. Hát itt van a bolt is. Oké, várjál, hogy gyertek. Nem, öcsi nem tudja, hogy honnan megyünk mindannyian. Ja, mindjárt csak letelik ez. Aztán noclippezek, jó? Mi lövöldözünk, mi már lövünk. Itt a Julia ránk lőtt. Itt egy P1-ünk felépnál két kilőtt kerékkel. Megyünk éppen nyoksishoz, jön utánunk a faj Julia. De tudsz adni autót? Még nem bírja a gépeket. Erősítés kérek. Megrendeltük a prociát az Ádinak ma, úgyhogy kihajtja majd a kártyát rendesen. Meg ölti egyet, szép volt Széda. Nálunk, rajt. Republik. Publikban vannak. Na, benn vannak pubba. Merre vagytok ti? Ketten gyalog pubba. Kokszoljuk. Hát kilőtték... Gyalog vannak. Ott majdnem kilőttem, aki ott volt. Kár, hogy jött amúgy hátulról. Nagyon bot lettem. Most hát jó van, én RP-zni szoktam a lövöldözés, ez nem az erősségem. Vagyunk. Gyere főbomb. Jaj, sokan! Gyertek el! Hozták a kerekünket. Hívattuk a izével? Fehér Merci? Aha. Érkezünk, itt vagyunk a hegyen. Követnek minket. Két nem követnek. Köszi Gábor, meghaltam, ez így csak egy jár, igaz? Itt vagyunk a hegyen. Köszi Gábor. És kiukat Leonárd három kerek. Virág. Azt hittem többen vagyunk itt, és hátulról nem tudnak bejönni. Tető, mi vagyunk a bolton? Én vagyok. Alattad van, most széloz rám. Tudod? Na, meg kell menni pubba, mert két kerekünk mínusz. Na, itt most az a baj, most jó, hogy azért ennyi fegyverünk felhalmozódott, mert most aztán szükség lesz rá. Ugye, most megy vissza. De tudsz jönni fő pubba? Dead out. Mirror parkú gatya, azt felejtsük el. Gyere, ja, itt van még kettő bolid. Hát de ott a pubnál gyalog vannak, vagy hatan. Nagyon sokan vannak. De... Tudsz jönni fölpuk, adni kocsit. Köszi Gábor, jaj, még egy! Máté Jakab! Izé, Leo, ezek meg vannak? Figyelj, jöttek el rácsolat. Jöttek meg a többiek is. Jöttek, félpublik. Ezt se te kaptad. Nem baj, Patika, tegnap is osztottak 70 valamennyit, bármikor gyerhetsz. Ládát kéne nyitni, nem?
Na, no klippezzünk akkor, itt vannak még, várjatok már, meg ha össze... Főmeg vagy? Főmennek a tetőre. Takram. Krat, kettem. Jó, kettőt kiszedtem egy publiknál. Szép, szép, szép. Meg megvárom. Egy volt. Még ezt megvárom. Be tudok segíteni. Lehajjanak, megnézem a zsebét. Meg nagyon megsebeztek, segítsünk. Útosó, el kell mennünk, rajtunk vannak egyen gyalog. Elveszem tőle a jointot, armort is. Jó. Én Leo, szerintem ezért nem baj, akarom spekelni. Merre voltunk? Merre volt? Merre van ez? Köszi! Nekem tetszett, minusz egy millió! Köszi! Köszi, bágus! Nem tudom, merre vannak. Hogy tudok? Igen, kéne, hogy mi az neve a D-nek. Nem tudom az IC neveket, bakker. Ja, itt. Ez az? Vagy ez? Hát itt se tudom, mi az IC neve. William, na, William Jackson, nem tudom mi a neve. Tényleg Diego Martinez. Hanyas. Százas. Na, nem tudom, spectators... Valami nem engedi. Valamiért nem engedi. Aha. Na, itt azért... Na, most kilőtték őket! Kilőtték őket! Nem nyitja meg... Spectre... Nem nyitja meg Jojo. Chat, kilőtték őket, a csajt, aki elvette tőlem a... Ja, no clip közben nem tudok spekelni. Jó, itt meghaltak. Itt ott az autóm, ott szénájék fönt, ők is haltak a tetőn. Tőlük is sokan haltak, jaja. Itt is van egy bolid. Jönnek visszafele. Nézzük még egy kicsit. Fognak lootolni. Ja, ők hárman, mi ketten. Itt is egy bolid. De nem tudom, hogy a többiek hol voltak. Aha, itt is van egy autó. Fakker, ez komoly volt. Hát ma azok kell menni, ja. Ott kilútolják a többiek. De hogy... A... Jó, csináltam, menjünk RP-zni szerintem tovább, nem? A bolid annak vége van. Nem tudom még hol alakult ki lövöldözés, de... De ott nagyon. Hát egy-két másodpercre megállhattak volna.
az ütközés lerpézni, nem? Ne? Vagy csak én látom rosszul? Ott valakit lábasztak, aha. Ott lábaszták azt az embert. Most levadásszák azt az autóst, elkapják. Azt le fogják vadászni szerintem. Fölmegy a hegyre. Jó, mondjuk a bolidok ellen ezek jók, mert... Elkapják. Kik ezek? BMW-ek azok, ja. De hegyen vagyunk, nem tudunk lejönni. Ja, lövik Aktunk őket. Van kettő darab kék. Ja, lövik őket. Meg vagy? Meg vagy? Ja. Biztos vagy benne is, biztos eltalálhatod. BMW-ek ide beszorultak. Kecsesz, ez rotty. Ez gatya most. Ez most gatya, se autónk, semmi. Szegények. Ugye készülj fegyverken, fegyverken, nagyon gyors. Ja, mert mi ebbe az RP-ben nem jöttünk ugye vissza, az fontos. Menjek RP-z, de ebbe nem mehetek vissza ebbe a szálba most. Most nem tudunk nagyon mit csinálni. Bolt, és ezt meg kéne várni szerintem. Enni a boltnál. Csak 8-at. Gyalog. Kutyuli is újra ír. Hát utána nem tudom, ha meghalt mindenki megint mehet, de... A bolt, ne? Hát az egy 8 ember minimum. Ja, sokan vannak ott. Hát rájuk én hívni a rendőröket, amit be kell jelenteni. Hát sok anyag vagyunk. Na tovább megyek. Ne legyen, nehogy. Valaki meghalt. Az öcsi. Az öcsi. Az az öcsi! Öcsi! Ne! Miért? Én mondtam nekik, hogy ez lesz. Ja, ott lent a tárgyalóba. Bajnokot, Pop Dior, de... Na, admin ügycset. Bajnok Pop Dior. Na ha bajnok közizik, neki elmondtam pár szó, ha bajnok közizik. Igen, meghaltok ott. Igen. Hát akkor. Nem baj, ugye, mennyit lőtték ki. Nagyon ügyesek vagytok, a kis srácot megint. Igen. És az egyik kerekünket úgy lőtték ki, hogy hátrafele a bolygó, meg teljesen most. Lőttek hátrafele? Most tényleg? Akkor azért hívják őket admin ügyre? Hát de miért lőnek hátrafele a bolygó? Erről van videód? Benninek sincs. Hát ezt nem hiszem el. Én ezért nem is használok ilyen bolidot, még véletlenül is lőjek hátra fele belőle. Gondolom ezért hívták be őket akkor. Admin felhívás van. Lukász, ő velünk van, a szarvast is hívják. Meg Csoki is velünk van. Hogy kemény. Nem tudom, menjünk akkor játszani? Bajnok? Ja, mert én bajnoknak én mondtam, hogy ő ne nagyon szabálytalankodjon már, mert ha lesz admin ügye, akkor ki fogjuk bannolni, mert már annyit szabálytalankodott. És ledolgozza a közit, és akkor utána, mint ami se történt volna. Úgyhogy mondtam, ne nagyon járkáljon admin ügyre.
Mindegy, majd intézik. Na, megyünk akkor. Köszi itt a 12 hónapot. Egy év szabbizből élünk. Admin ügyet nem, nem megyünk be, intézzék el. Csődrépzó, játszunk, nem? Megnézem, hogy kik vannak a szobába. Jó, de most nem biztos, hogy bajnok volt a hibás, úgyhogy még ne vonjunk le ilyen következtetéseket. Úgyhogy elnézést kérek. Majd kiderül. Szarvas mutat. Viszont öcsi is azt mondta, hogy lőttek hátulról. Ezért veszélyes ez a bolid. Nem hallgatok rá most. Várjatok, hol van a kórház? Itt. Mindenki benn van, nem hiszem. Ja, de váróba mindenki benn van. Arab is benn van. Megkérdezem. Igen, nem lehet streamelni, de azért, hogy tulajdonos vagyok és tanuljunk belőle, azt azért talán meg lehet érteni. Megkérdezem, mi van. Jó, Mizu. Hello. Hello. Ez Dani. Hello. Szia, Dani. Mizu. Mi volt a baj ma? Hát, anyáztak. Házmafelelövés, anyázás. Anyázás? Igen. Megnézed a videót? Meg. Várjál. De hát anyázni alapból nem lehet. Nem, azért vagyunk itt. Megy a videó. Várjál még. Lehet, hogy csendes lesz, de hallani fogod. Lehet onnan ezért, igen. Lehet. Mindjárt oda menj, Dögvész. És az abból itt anyád, a kurva anyád. Igen, kurva anyád. Nem, tisztán hallott, szóval. Te kell vissza, nem figyeltem. Ja, nagyon halkan lehet hallani amúgy. Éppen hallani, ugye. Na most valamit hallottam. Hát én a Feri üvöltésén kívül a rádión más nem hallottam. De mindegy, hallani lehet. Úgyhogy, ja. Én nem hallom. Lehet amikor hallani fordul egyébként. Ki, amikor kiviszi a tűzcsapot. Még egyszer most följebb hangosítottalak, szarvas. Ne szarvas, hanem a megosztás hangos is. Közvetítés hangerejét. Igen, jó. Igen, hallat szó. Várja, a közvetítés hol tudom felhangosítani? Hogyha jobb klikkelsz a izére, a megosztására. Bele jobb klikkelsz a közepébe. Én is söktötjére hallottam. Én is tudom, tehát lehet hallani egy kurva anyád. Lehet. Dani, ha ráviszed a képernyőre. Ja, igen, megvan. Köszönöm, akkor még egyszer létszi. Aha, hallottam most, akkor igen, hallottam. Úgyhogy ez tiltsa, ez szerveren. Hát ez ban, ez rögtön bant lehet neki ráosztani, mert ezt tényleg nem toleráljuk. Hányszor elmondtuk már, hogy így nem lehet a másikkal beszélni. Itt a ban, jó van. Ez ki volt, ugye? Van. Igen, csak most, igen, most megint most az lesz, mint tegnap, hogy most ez ki volt? Hangszín alapján bajnok. Hát ki, ez nem bajnok lehet, ez, nem ez bajnok. Kék. Ez kék. Nem, ez kék. Ez kék. Van, szerintem kék a kékeknél az új, van egy új líderük, a líderük. Valamelyiknek hasonló hangja. Ez szerintem Dani volt. Figyeljetek, a legegyszerűbb ugyanak kideríteni, ez darabos. Nem, hogy behúzni mindenkit, lenémíteni és egyesével szól, hogy hát meg ismerik, ezt vagy kell érni. Nem, az nem volt baj, királyok. És alapján tudnak csak felszólítani. Nem volt az baj. Nem volt az nagy baj. A klipet küldjétek át valami Kripszesnek, rakj be frakció Discord, jelentkezzen az, aki volt. Ki nem vállalja fel, az meg... Figyelj, hát, akkor szóljuk most mindenkinek.
Szóval mindenkinek. Oké, itt van váróban az elég, van itt Cripses, van itt Crips Leader, van... Jó. Csak a Cripseseket pusztán. Van, van Infinity Leader, úgyhogy gyertek ezt fogadulni. De akkor ezért van nagy, hogy az anyázás miatt csak. Igen. Meg hátrafelelövés, hátrafelelövés, stb. NRK. Szervez a bajzott szegés. Pont egy olyan kép, ahogy Bob Dior, hogyha betartja, hogy kidobjuk a négy kereket, akkor élné még mindig. Te tudjad végig hozzád, hogy ki volt lőve mind a négy kereke. Kinek? Bob Dior. És kihez ment? Hozzád. Ő végig hozzád, tehát úgy követett téged, hogy... Négy kilőtt kerékkel, ne idegesíts már! És az is still csak két kerékkel már nem lehet tovább menni. Földes úton, izé. Igazából, ami nálunk kiverte biztos értékot, az megint a bolidból a hátralövés. Azon vicc volt. Csak nálam az egész RP-be. Meg nálam meg az anyázás, úgyhogy... Tehát itt minden volt konkrétan. Itt minősítés, tehát minden. Fogadó négyben. Ja, fogadó négy. Loptalak. Nem baj, ha nem ülőd ki, de négy kilőtt kerékkel, nem menjünk. Akkor most az anyázós lesz megkeresve? Ja. Hát ő is, de ugye vannak még többen is, akik szerverszabálytót szektek, és ugye ő ellenük is lesz most szankció kiosztva. Fogadó négyben vannak? Igen. Ja, van ellenfelünk, egy ez jelenne. Nem baj. Doninak szólni kéne, hogy ez. Dani, ja, itt beszéd a pódiumon. Micsoda? Gyere fel a pódiumon, Dani. Beszéd a pódiumon. Ja, ez nem vagyok hozzászokva. Figyeljetek fel. Most használják. Itt a azt mondják, hogy tök jó amúgy, hogy van ellenfelünk meg minden, de ha ilyen alapvető szabályokat nem tartunk be, akkor ezt nem tudjuk tovább folytatni. Igen. Hát akkor... Na. Mostani jövőleggel ki lesz oszva pár szankció, aztán... Első kérésem, Lukasz kér szót, létszi. Ha itt vagy. Most ért meg. Jó, hát ebből tudunk tanulni chat az admin ügyekből, csak... Ott van szó kérésem. Így nem tudjuk akkor folytatni a harcot. Aki beszélni akar, hogy hozzá akar szólni az ügyhöz, szintén ott tudja megtenni. Még nem a jó Hello. Nos, szóval, bocsássatok meg itten, közben hallottam egy olyat, hogy elvileg én anyáztam. Esetleg, hogyha tudom bizonyítani videóval, hogy nem én voltam, az megfelelő? Igen, amikor kijössz onnan a dögvésztől, igen. Nem én voltam, mely már alapból a főpubliknál meghaltam, de... Csak egy felvetés volt egyébként, nem biztosítás, csak egy felvetés. Nem, megmutatom. Mutatni fog Lukasz egy videót, és abból szeretnék, hogy rájtsd fel az ember. Én meg akkor megmutatottam esetleg a videót? Persze. Remélem, köszönöm szépen. De hogyha nem te anyázol és nem tudod, hogy bolidba, akkor igazából... Hát nem, de azért csak megmutatom, mert nekünk meg igazából ott volt elvileg baj, hogy nem tudom, ki kezdte el a lövöldözést. Nem a főket a lövöldözéssel, van közben szabályszegésekkel. Mehet esetleg? Mehet, igen. Jó, rendben. Merre megyünk? Hol találkozunk? Kockapark. Kockapark mellett. És bank. Mi akkor a főpuk? Várja. Kiment keletire. Igen, van videó, ez tök jó. Elebből már egyébként ezt nem értettem, na mindegy. Menjünk együtt, és az a Mercedes kezdte el egyébként, na mindegy. Túl itt volt minden. Azért megyünk így, mert ugye bár kilőtték a pingvint. Kap három fejest és nem hal meg. Ó, szegény név. Igazából én már... Figyelj Dani, egy pöppet tekerjük vissza. Amikor lőttél, aha. Hát amikor odaránál már. Bolidda ezért nehéz. Amit nem lőttem meg. Hú, esküszöm, alig látom. Igen. Oké, itt mehet tovább videó. És én igazából itt nem értettem, mert ez volt a probléma, hogy mit tett, folyamatosan ugye bár szóltam a pingvinhez, nem tudom mi volt. Amit irányíthatatlan. És itt csak elővettem, mert nem. Lőttem, igen, mert látszik, hogy fogyott, de ott direkt tamba. Még innen egyébként ki tudtam volna őket. Na, Lukasz közben mutatja a videóját. Jó, rendben.
Nézem. Vagy bocs, lemegyek addig, vagy nem tudom, hogyan kell. Nem tudom, hogy ő vezetette. Igen, chat, hogy tisztázzam. Ugye nem lehet streamelni az admin ügyet, de mint tulaj gondolom az én streamelhetem, mivel tanulunk belőle. És fontos a közösségnek, ha már az én szerverem is, hogy ezt ebből megtanuljuk és tisztázzuk. Ott volt. Abba kijött, az a kérdés. Abba kijött. Hellóka. Leültél állam? Nem, pont ezt mondom, hogy négy személyünknek van ilyen bolidja. Ugye az egyikkel mi voltunk Daniba. Akkor a másik az DX Dávid. Nem, várjál, Kopasznak van a bolidja. Azt valaki tőlünk vitte. Plusz még kinek van, mert négy emberünknek van ugyanilyen bolidja. Úgyhogy ez négy az valamelyik. És ebből az egyik mi voltunk, hogy aki főkult. Csak figyelj, nem ez volt a kérdés, tehát hogy kiült benne. Az tegye fel a kezé, vagy az... Ja. Az jelentkezzen, aki a dögvésztől jött ki a bolitba. Az a baj, nincs itt mindenki. Bejövök mindenkit. Már hiszem, hogy kell, ha azt írod ki, hogy a kék bolidos jöjjön fel, szerintem magára ismernek. Aki kék bolitba ült az RP alatt. Én kiírok mindenkinek, hogy jöjjönek be. Szívesen, Viktor. Énni. Jó, az a baj, meg azt akarom ezzel mondani, chat, hogyha sajnos ezt így nem tudjuk tovább folytatni, hogyha ez mindig admin ügy lesz, és mindig ilyen van. Most oké, bolitból hátról lőttek, azért megkapják a szankciót, de ilyen alapvető dolgok, hogy nem lehet, ne anyázzuk a másikat, tehát ezt be kéne tartani. Jó, a másikat, bolitból hátról lövést. Tovább írtad ki, Magic? Szerúra. Itt ezért egyszer egy ilyen nagy lövöldözés, mert sajnos ez van belőle. Azt nem leszik, nem szoktak észrevenni nagyon. Hát... Most ajánlom neki, hogy is észrevegyék. Írt ki DC-re is jobb. Ja, DC-re is kiírom. Infinity Wings. Tudom. Most nem tudom, hogy bant adjunk neki, vagy közmunkát. Nem tudom. Most csak attól, nem tudom. Ez olyan alapvető dolog, nem? Hogy IC-se anyázunk. Nem, megmondom, nincs ezzel baj, tök jó, hogy ilyen erősek, meg nagy ellenfél van, de... Jó, ki lett író? Kettem már jöttek. Mondani. Bocsi, annyit szeretnék kérdezni, hogy én nekem még esetleg van-e rám szükség, csak már közben mennem kell. Nem, köszi Dani, azt hiszem nem. Köszi Dani, hogy tisztáztad, király vagy. Ja, hát figyelj. Én próbálom oldani, ne. Köszönöm szépen, srácok, akkor sziasztok. Szia, szia. Hello. Hello. Csá. A Jojo, én eldönthetem. Te értem, a saját szerveren nem döntettem el, hogy most bant adjak. Hiába van benne a kézitáblázatban, én azt mondom, hogy bant, akkor bant. Hát ez hihetetlen, bakker. Hát érted? Hát ne, egyszerűen nem fér bele, amit közvetítünk a szervernek a... Persze, hogy lehet, hogy benne van. De ha én azt mondom, hogy bannolják, akkor bannolni fogják, érted? Hát... Jó, oké. Ne haragudj csak. Az a baj, hogy amit közvetítünk ebben az egészben, meg szeretnénk jó RT szervert, hogy közvetítünk, ilyenek nem tudnak beleférni. És nem tudom, mi van. Itt vannak már amúgy? Tegnap Pipitől, és megkapták a... Még így céznek. Most szóltam rájuk, hogy jönni kéne fel. Megkapták a szankciót, aki vitelt. TX-ből nem kéne kiírni. Ki tudja kiírni. Szia, de miért baj, ha anyáznak? Itt kezdődik a probléma. Balázs. Ja, tudok beszélni. Cső, mit írjak ki? Szia, Balázs. Krips Infinity. Nem értem, Jojo, köszi. Jó. Új, szia, Balázs. Cső.
kiírtam. Ja persze, nekem sincs OC bajom senkivel, ahogy Feka mondja. Csak a szabályokat, ha be tudnánk tartani, akkor... Nem lenne ez. Meg azért oké, hogy banda meg maffiát RP-zünk, de még mindig ne felejtsük el, hogy ez egy ilyen játék. Infót, hogy a Tézalánnak van még ilyen bulindja, és hogy ő szokott is elég sűrűn anyázni elméletileg. Most is 8.55 kapott anyázásra előtt. Ja, hogy ő visszaeső? Hát akkor persze. Viszont 3000-re rindulunk most már a közé. Ki kell bannolni. Csett, látjátok, visszaeső. Igen, nem is. Akkor az már fix. Nem is. Nem is. Ma is volt, ma is anyázás volt. Ma is kapott, érte. Anyázási 8.50. Uh-huh. Ez nem még olcsó is. Hát jó, még olcsó is megúszta. Na látjátok, akkor nincs kérdés. Nálam nem megy, nem. Nálam nem 8.50. De azért bizonyosodjunk meg róla, hogy ő volt az, tényleg. Persze. Szóval be kell valani valakinek. Valakinek mi szervez? Hát valaki fixen volt. Nem, az arab is 1500. Ő itt van egyébként? Valamit. Nem én voltam. Az igen, Balázs, köszönjük. Arab, te mennyit kaptál, hogy ez esi 1500? 850-et, mert még volt mellette még egy, és úgy lett 1002. Jó, mert itt a csetem valaki írta. Csak az RP-ben azt hittem többet kaptál, olyan 2000. Egy Crips leader írja ki frakció Discordra, hogy mindenki akarat volt az RP-ben jöjjön fel. Nincs jó, de nagyon sokat mind mondani. Nem ilyen... itt most is írják, meg előfordult már pont Magic tudja tanúsítani, hogy nincs ilyen, hogy magunkra vállaljuk a közit, aki elkövette, ő neki kell ugye ledolgoznia. Osztogatás sincsen, hogy elosztjuk többen. Á, sokszor próbálkoztam. Úgy pedig ezt hogy mennyiszer megkaptam elmúlt két hétben, hogy nem lehet, hogy utánszér dobjuk. Igen. Ötünkre. Most azt akartam, hogy egy ember kapja még a 3000 közit. Összesen, amit a frakt kapott. Olyan tiket jött, hogy mindkettő fél beleegyezett, hogy lehetne. Mondom, nem. Ha valaki át szeretné venni, kapja meg ő is, meg az is, aki elkövette. Ennyi. Majd sajnálom. Kell olyan event, hogy 3-50 közit sorsolunk. Igen, Matuka, jó volt. No, igen, kövi event. Kidolgozz le leghamarabb 400 közit. Tényleg, nagy ötlet. És az Alánnak mi a Discord neve, nem tudjuk. Tézalán és Délabbi az IC. Akarom nézni. De jó, hogy kapott közét. Úgy engedtem el, hogy írni fog reportba, hogy szeretné a közmunkáját RP végén. Nincs fent szerveren, úgyhogy 2002 lesz neki a közmunka. Én az előbb beszéltem vele. Csak most nem találom a izébe, a mindenes logba, meg akarom nézni, miért kaptak. Nem kapta meg. Nem kapta meg. Csak elférés mondta, hogy akkor utána. Egyébként 1850 szabálytalan túlzrába publikus, én túlzrába anyázás. Hát amúgy látom. Amúgy a minden volt ott plázánnak. Ami ügyet nem lehet live-olni. Bajnok, ugye te is bankam, szóval Pepe mondd már meg a tulajdonosnak, hogy live-olhatom. Hát akkor miért nincsen kibannolva? Jézuska, mi történik veled, ember? Amúgy aki nem tud alapból RP-n sok szabálytalanságot követel, nem muszáj közmunkáztatni. Tehát aki nem tud, azt ki kell bannolni. Nem leszünk jóban. Akkor nem lesz vele a következőnek baj. Mondtam már, neked. Bence ugye vezeti a táblázatot? Itt van nálam már. Itt van nálam. Benne van a szabályzat. Majd csinálok egy ezért a... Yes. Mi az, amit küldtek? Hogy mindenki meg tudja majd nézni, aztán... Ja. Most megcsinálom. Na ne beszéljünk csúnya bajnokkal. Az a helyzet, hogy egy ilyen nagy ügy érinti az egész szervert, a közösséget. Ja, írom a közmunkákat, mert ugye hány... Muszáj ezt megbeszélni, mert... De este ezt meg kell oldani, ezt a problémát. Úgy érzétek, hogy én nem, de mi azt megcsinálom, hogy mindenki tudja ezt meg látni, és meg hogy beleírni, aztán... Ne. Na, az lesz macerás egy ilyen, hogy ügy után beleírkálni mindenkit a táblázatba. Igen, ugye, mert írom másokat minden senkit, nap, jó csert? 20 közmunkat van kiosztva, ha 2. Tehát én... csinálom. Izékor is lehet. Akkor jó. Ha mondjuk három, nem az a baj, hogy szabálytalanság történik, hanem hogy ennyiszer. Hogy ennyiszer történik szabálytalanság. Öreg átobus, ezt már mutka megbeszéltük amúgy. Hát Dongo a tegnapiból, meg a... Na, itt van mindenki, aki kértünk elvileg.
Úgyhogy nézzétek a videót, és aki magára ismer, az kérjen szót. Indítom a videót. Hogy abba a bolitba ült, az a lényeg. Aki abban ült, az kérjen szót. Ebbe a bolitba. Nem nagyon érkeznek a kérések. Megint senki. Megint. Ugyan játszunk, mint tegnap? Na jó, hát ha nem derül ki, akkor már egy frakció van, hogy van. De srácok, aki magára ismer, az jelentkezzen, mert ha kell, akkor egyesével hallgatunk meg mindenkit. Jó, hát hogy bevállalja, Zalánkért. Jó? Zalánkért. Tessék? Zalánkért. Nekem olyan kérdésem lenne, hogy most itt mit kell nézni a videóm? Az, hogy te ütél benne, olyan... vagy nem? Igen. Nem hallok semmit, az a helyzet. Hát akkor... Ez a kérdés. Nem hallom a videót. Nem ez a kérdés, hogy te ütél benne, vagy nem. Akik folyamatosan közöznek... Újra a videót, légy szíves. Három közé után plusz 1500-et adunk hozzá, ezt a szabályt húztuk. Vagy hoztuk. Abba kell milyen? Lőni. Ott nem voltam a dugó, azt be kell abba. Panaszolni, abba akkor az Infinity-nek is fel a Krisztának. És te is anyáztál? Cső! Én nem anyáztam, tudtam ma. Hát most biztos vagy tudtad, de akkor... Én nem emlékszem le, hogy anyáztam, én a plázának bevallom, tehát... Plázának? Vagy a dugó, vagy a dugó, de az már megvan, az már nem mostani. Vagy a spolit, vagy a dugó. Nem tudom. Valamelyik a kettő közül. De figyelj, mert a bolid az kétkedő. Nektek vagy csak kék bolidotok. De mellettem ült a Infinite is. Hú, akkor aki mellette ő srácok, az jelentkezzem. Nem tudom ki volt. Vagyunk én nem anyáztam az 100%. Itt mondtak Spolit meg Dongo? Spolit vagy a Dongo, de lehet nem biztos, nem tudom. Itt van Dongo. Ha a Dongo megszól, akkor el tudom dönteni, hogy ő vagy nem. Ja jó, mert itt a cseten azt írja, hogy nem ő volt. Kérj szó Dongo, Lici. Cső. Én biztos, hogy nem. Én rózsaszínből ötbe ültem. Nem te nem. Akkor nem tudom. Akkor nem tudom. Spolit itt van? Figyeljetek srácok, lehet, hogy lesz gazdája, akkor kap egy nagyobb közit, nem lesz bannolva, csak jelentkezzen akkor legalább, vállalja fel. De én nem is hallom a videón. Nem hallom a videón, hogy anyázza valaki. Pedig most lehet hallani. Lehet én vagyok sokat most nagyon, nem tudom, de... Vedd fel a közvetítés hangerejét. Hát fél van csutkára. Még egyszer? Na most hallgatom. Na, ott volt. Patrik hallatszol. Ja. Szépen hallom. Én elhiszem nektek, de én nem hallom. Ezt most is hallottam. Lehet hallani amúgy, de hát akkor te mondtad Zalán, vagy nem tudom, hogy itt ez a kérdés. Én nem anyáztam. Hogy ki ült melletted. Én neked esetleg van a videód? Csát én lefőlök mindig, mint a kávé. Van csak úgy út ez, hogy mondjam, a Game Bar-ra vettem föl, és ott be lehet állítani, hogy lenémítsd magad, vagy nem. És az a baj, hogy ráhajta vettem a némítást. Na jó, fél, meg tudjuk nézni. Voltak meg szóval. Nem, én azt akarom mondani, hogy felhúztam minden csutkára a Windows hangot is, és nem Zolának hangját ismertem fel ez a hang alapján. Én nem anyáztam a száz. Én csak annyit akarok mondani, hogy én nem Zolán hangját hallottam, úgyhogy lehet engem visszaküldeni hallgatóba. Csak annyit akartam, bocsi. Na jó, fél, Zolán mutatott a videót, ha hallatszódik a nyázás, akkor nem te voltál, hanem akkor te voltál, ilyen egyszerű. Van videót, Zolán? Én megosztom, csak nem hallatszódik rajta hang, és az enyém nem, de más igen. Volt, aki anyázott, azt felismerem, szerintem. Azért mondom, közben jön meg. Egy ember, akinek van videója, és látszik, hogy ki ült benne. Nála nem fog hallatszódni, mert ugye már messze volt, de látszik ugye, hogy ki volt az, aki benne ült. Igen, hogyha nem vallja be... videóján van hang. Csak bevallja. Itt Itt van Edwin. Na, kapatok egy osztórangot, légy szíves. Nem kell osztórangot. Meg tudom osztani is? Elvileg igen. Nem engedi. Akkor Mattuk, a tiédet nem nézsz felismerni. Ja, a videón hallottuk, hogy ránk kiabálnak, hogy dögvész, ezt kiabált a rádióba. És utána, miért kifordult, akkor volt az anyázás. És látszódik az IC nevés a csávónak, tehát... Csát, akkor tudjuk,
Rádás vagyunk. Szóval, akkor van admin stream ilyenkor, amikor én is érintett vagyok, hogyha tényleg a chaten nem szittok senkit. Ez nagyon fontos, hogy ne bántsuk meg a másikat attól függetlenül, hogy hibázott, vagy bármit csinált. Jó, erre kérlek titeket. Vedd a... Mégis jó, hogy mehet. Nem az a célunk. Kijöttek, jönnek dögvész vele. Elmentek. Mellelaknak. Dögvész, mondom, gyertek dögvész mindenki. Szavaz bátya. És dögvész. Itt fordult ki, és úgy itt volt az anyázás, és ez, ha minden igaz, ez az alámnak a hangja. Ez én vagyok, de én nem anyáztam. Akkor ki üt melletted? De én mondom, ha én anyáztam, arra emlékeznék, tehát ezt én most itt megmondom az őszintén. De akkor kiült melletted, mert abban a kocsiban jött az anyázás. Infinite is volt szerintem. Valahol ott áll, és meg lehetsz a videót, ha látszolik mind a két IC-nél vagy. Hát próbálom, csak nem nagyon látszolik, mert homály is. Ez én vagyok. Az a baj, ez nem látszolik. Te egy ember, az a... De a IC-nél ezek olyan látszolik, az nem lehet. Azért mondom, akkor nézzük meg. Menj vissza, amikor becsúszik a lánk. Nagyon pixelesen átszedik az a be. Ja, az a becsúszik. Mert látszik, hogy két emberült benne. Ott hallatszódik még, hogy ki van ott, meg... Ja, az alán videóját nézzük. Az alánnál kiderül. Azt le kell tisztelni, hogy most ugye nem vállalja fel az ember, hogyha nekünk kell kideríteni, az biztos, hogy nem 850-et fog kapni. De az alán a... Bocsánat, Dávid, mondjad. Igen. Hát mondom, hogyha nekünk kell kideríteni, és nem vállalja fel az ember, az nem 850-et fog kapni kapásból. 1-2-0 még meg én megy. De hát Zalán videójában benne van, hogy kiült mellett. De hogy kiült mellett. Ja. De az nincs benne, mert nekem nincs bekapcsolva a pernames. De hangjáztal látszódik az ember. Dongol meg felismeri a saját csapattársát, hogy kinek a hangját. Egyrészt, másrészt, hogy a saját hangod nincsen benne a videóban, tehát akkor kizárás alapon a másik ember volt. Ezzel magadat is tisztázod. Meg hát azt is fogod látni, hogy kiült melléd, mikor beült. Igen, a videón ott van, hogy kiült melléd be. És onnantól kezdve passzról föl lehet ismerni. Tényleg nem, akkor nem bannoljuk, csak jelentkezzem már. Elvileg itt van. Ja, nincs baj a boliddal, egy nagyon jó autó, csak ilyenkor. Jó, mehet? Hát. Hova görgess, akkor ki? Itt jöttünk ki. Hát mondjuk ahol dögvész. Elvittem egy autót. Oda pörgess, ahol dögvésznél vagytok. De jó képet csináltok. De hogy élettél újra ilyen hamar? Te élettél újra engem, vagy mi csinál? Nem élet újra, ez olyan. Utána volt. Ja? Utána volt, visszatekintve. Utána halt meg. Nem hasfassuk. Ment el jobbra. Nem tudom, mit kezdenek itt, vagy mit akarnak itt egyáltalán. Itt vannak! Itt vannak egy... Itt véletlen mentél bele amúgy, vagy direkt? Véletlen. Vigyázz, van, jó. Na, ott volt, mondta valaki, várjátok. Mit csinál? Nem, az, ami a rádió után lehet hallani. Mi egyes bank? Azt mondta, nem tudom. Én ott nem anyázást hallok. Ez a Kristóf és nem anyázott, szóval tőlünk a Kristóf. Hát akkor Zalán, ez kizárásos alapon te vagy. Na, jó hallom, ez a Kristóf és ő csak annyit rájött, hogy egyes van. Ez biztos, hogy a Kristóf. Igen, most írt nekem a Kristóf amúgy, hogy ő nem anyázott, de mindjárt ez jelentkezzék Kristóf, aztán... Hát itt anyázás nem hallatszott, úgyhogy tényleg így csak te lehet, Zalán. Ezzel meg az a baj, hogy én meg nem emlékszek rá. Hát akkor be olyan a szójárásod, hogy benne van, hogy nem is tudod, mit beszélsz. Hát az lehet baj. Korai demencia. Hát sárcok, én biztos, hogy nem anyáztam. Akarjak, a Kristóf volt mellettem. Na, de hát a Kristóf meg nem anyázott, tehát itt akkor csak te lehettél, mert te ütél az autóba a Kristóf. Akkor én voltam, de én nem emlékeztem rá. Mert elég oldott nem nagyon látszódott semmi. Hát igen. Nem nagyon hallatszódott anyázás. Hát én mondtam, hogyha nem hallatszódik az anyázás, mivel nincs... Akkor igen, mert nálam volt lenémítve. Így, akkor te voltál. Hát akkor én voltam, én bevallom, de én nem emlékeztem rá egyébként. Nem vagyok olyan, hogy most izányázok. Jó, Gábor, szerintem még mindig egy játékról beszélünk, azért ha IC is anyáznak le, nem esik jól. Itt vannak fiatalabbak, idősebbek, generációs különbségek. A pódium elvagyásodunk. Ja, jó, oké. Ez szerintem... Hallod vakont? Elég hamar ment. Hogy mondjam, a mai közé az még a két évben mellé lesz? Leveszük belőle az anyázást, és az még megkapod azt a kettőt.
De úgy mondom, hogy most két hét van. És akkor még a... Ez a munka. Ja, a... jó. Túlszos fér, az anyázást levesszük belőle. Ja, gyere fel a szemóra, kérlek. Vagyok. Az a vicc, hogy én nem is hallottam, hogy ez a anyázat volna. Én sem emlékszem rá, de jó van. Neked, Kristóf, nincs videód? Vagy nem szoktál csinálni? Nincs, sajnos nem szoktam. Az egyik része van, ez ebben meg vagyunk. Következő az, hogy srácok nincs. Nem kap. Jó, következő úgy, DX Dávid. Jelentkezzék, kérlek. DX Dávid, kontraforma admin kárba. Két hétre. Kérjük, lépjen elő. Itt vagyok. Nem kap per már. Tőke kínai intézd, mert te tudod, mi volt. Nálad volt a videó. Az incidens rövidésről. Jó, akkor... Szóval remélem, Gábor, érted, hogy mit akarok mondani. Hogy... Serbivel. Játszok. Kilőbb hátrafele vulkánból. Mond, Gyurika. Annyi lenne, hogy én felmegyek a szerelő, megkapom a közimet, én mehetek aludni már nekem hónapodik. Persze, igen. Persze. Vagy egy édes korábban. Gyere fel, és nézzük. Felmegyek. Csak ennyit akartam, mert nem akarom megválni ezt az ügyet, ja. Én megkapom. Oké, sokan. Első az alvás. Így van. Második az alvás. Na akkor harmadik a hugó. Ez egy hús. Kilövöldözött vulkánból hátrafelé. Te vagy a társad? Mindkettem, tudtam. Vakond 196-os ID. Az a legjobb, ha mindkettem. Nem kell mutatnom videót. Pedig jó lenne ez az adok-kapok, de így olyan necces belemenni ezekbe, mert mindig ez van, és nem játszunk, hanem admin ügyek vannak. Jó, hát ez egy lenne hozzáfűzni valam nekem is. Mert még a vulkán egy ponton még mindig belegáltan átulva, szóval nem belegáltan. Azt szerintem valami más volt, meg visszaeső. Köszi, Bence, a 11 hónapot. Igen, de minimális ablaka van, és ezt tudjuk kihasználni azt, hogy nézd bele, olyan, mint egy pajzsotok lenne, amiből csak minimálisan lehet belőni. Többieket is megkérdeztem, azt mondták, hogy nem lehet abból bele kilőni hátrafele. Melyik ez a vulkán? Milyen az volt? Ha bele lehet lőni, akkor kifele is lehet. Ezzel ellenkezni, ez nem, így van. Nem elég nehéz belőni, sőt, hogyha fejbe lövöd az embert, az egyből meg is hal. Úgyhogy az hátulról eléggé belőhetjük. Én amúgy úgy tudtam, hogy az ablak miatt, illetve most mondom, hogy ki, persze, hogy belőhető. Persze, nem mindenki tud videót csinálni. Ez így van, hogy nem ki lehet. Melyik autó ez? Úgy tudom, hogy... Azt tudom, hogy a bolidból nem lehet, de a boliddal is voltunk, abból meg egyáltalán nem történt ilyen. Mert autót is váltottunk. De hogy nem volt bolidból. Gondolom a bolidból is lőtte. Hát nálam biztos nem. Még hozzászólnak ahhoz, hogy szabályzatban az van beleírva, hogy belőhetetlen kocsiból nem lövünk ki. És ami ugyebár belőhető, abból ki is lehet lőni. Kriszti, az ügyhöz tartozol most? Mhm, én is vagyok. Itt most a bolidra gondolsz, Krisz? Nem vagyok gondban. Nem vagyok gondban. Illetve a hátralövéshez még ugye a pandem az hátulról belőhetetlen. A pandemból is hátrafele lőttek, illetve publikus helyen kezdték el lőni a társainkat, szóval itt a racingről is lesz azért még. Nem mutattam a videót, szóljatokkal nézzétek. Teszteljétek le ezeket az autókat. Kicsit már jobbra tudott tenni, mert nagyon pici. Én is lőttem hátulra a pandembe, akkor az belőhetetlen, akkor én is kapom a közmunkát. Szóljatokkal nézzétek, akkor elindítom a videót. Persze, Gábor, de nem vagyunk egyformák, tudod. Igen, itt mi lőttünk a pandemből hátra. Hát ez a vulkán az eléggé csisszes. Majd nézem. Hát azért hát, mondom. A spoiler az olyan szinten kitakar hátulról. Igen, azért mondom. Hogy akkor nekem belőhetőd viszont a spoilert. Na látjátok, ezért jó! Hát ha nem lehet belőni a padba hátulról, akkor én mivel lőttem, én is megkapom a közbunkát. Volt lőve, de majd látni fog. Ott nem mi volt egy lőgyó. De a hűtő miatt nem, vagy a hangfal miatt. Ki lett véve ez a... Nekem bot kapja. De nem, eltakarja. Ne, egy fél pillanat, meg is van. Szerintem ő küldte be, klippek videókba, azt az összevegást.
Ott futok! Ja, ott futok! Ott dorolsz, tehát na, a szerver dorával hívhatjuk. Igen, ezt akartam mondani, hogy ez egy DM szerver bemutó körülbelül, amit ő csinált. Én meg gyertek ki rá, menj meg a dorolnak. 44, gyertek itt, menj meg. Itt lövöldözik. Jó. 44. Menj hátra belőlünk P1-ből, jó van. A frakciókban vannak korrepárok, Gábor. De az, hogy valaki följön a szerver. Nyilván én ezért, hogy lőttem hátrafele, én az elnézést kérek tényleg. De én tényleg így tudtam, szóval. Ne haragudjatok, hogy én ezt nem tudtam 100%-ra. Hallom, igen. Mert nyilván tudatában vagyok, akkor nem csináltam volna ilyet. Vakon gyere a főpulpondra, mert itt nekem kettő lyukas kerék a P1-nek. Az a... az a mehet még. Az a mehet még. Hogy nézd meg a P1-et, nézd meg a P1-et, mit csinál. De, hogy mehet. Már három van. Új profilkép van, igen, tripszom. Már három van. Csak ezért a szankció. Pondem, az tényleg bolyóálló, ha tudom. Jó, akkor, akkor nekünk is ugyanúgy jár arra a közmunka, mert ezt mi se tudtuk. Ha le van szedve, róla az a hűtő, akkor is? Vagy mi az a hátul van? Maga az egész hátsó része golyóálló az autónak. Tehát egy golyóálló üveg van, amit nem tudsz átlőni. Jó, akkor azt visszanézem live-ba, hogy meg kilőtt, mert mellettem is lőttek szerintem. Modell. Lehet egy felvetésem? Igen. Igen. Nekem is járcsak. Ugyebár sebbi se tudta, hogy a vulkánban nem lehet kilőni, és ti se tudtátok, mi lenne, hogyha ezt a részt elengednénk, hogyha benne lennétek, és akkor semmi seti. És akkor erre később ugyebár odafigyel mindenki, és leteszteljük a kocsikat, hogy melyik belőhető és melyik nem. Kérdezhetek valamit? Mond. Hogy ez a közmunka, ami nekem van, nem lennék sok ideig, bamba megkaphatom, hogy az nem. Mennyi idő lenne? Nem, utólag, kivált, utólag nem lehet kiváltani a közmunkát balra. Már sokáig nem lennék. Ha mennyit kaptál? Na, azt mondják, hogy akkor ők se kapják meg, meg... Én nem tudtam én se a pandemné. Ezt ti is tudjátok, szerintem ti se tudtátok. Halló? Cső. Srácok, én mentem tovább. Jó pihenést, szia. Köszönöm, köszönöm. Még azt a részt megmutatnám, amikor így 4-5 kerékkel megy az illető, és kistörtek a kerekei. Igen, ez én vagyok. 3 volt kiukadó, és tényleg kitört a kerekem, van is róla videóm, viszont az elején csak egyetlen egy volt kitörve, és tudomásom szerint 1 kilót kerekkel még bármennyivel lehet mehetek. De is már egy kell lőve. 3-mal már. Tudom, 3-mal nem mehetek, 2-nél meg 60-nal mehetek. Jó, az tény, de az helyzet, hogy mikor, mikor téged spekkeltünk, 2 lyukas kerék, illetve 2 kiesett kerékkel mentél tovább. Van róla videóm, 1 kerekem esett ki, és 3 volt lyukas, utána esett ki 1. Utána akartunk kocsit cserélni, de mivel bejött az új karácsrendszer, ezért nem tudtunk. Hány kerek volt lyukas még egyszer? Kutyuli oldalról kapta, ja. Kiukadva, egy utána ki is esett. Csak ott, ott meg kell néznünk, hogyha réven is lő. De a legesleg elején csak egyetlen egy volt, és erről van is videóm egyébként. Akkor a pandemet le kell cserélni. Hátra, basszom, azt említette Jojo, hogy elvileg mi lőttünk hátra, de viszont ránk lőttek a, onnan a kocsi hátulja fele, és arról is van videóm, hogy akkor mit célozni, és célzok. Csak ebbé tartotta ki az ablakból a fegyver, de még ős előtt. Jó, de figyelj, nem, most nem ez volt a probléma, hanem hogy 2 inkább 3 kilót kerékkel mész tovább. Persze tudom, csak mondom, nem biztos, hogy hallottam, de én úgy hallottam, hogy jó, az mondta is, hogy elvileg mi lőttünk. Végre volt egy jó autó! A P1-ből, de mondom, hogy nem lőttünk. Az, arról nem volt videóm, csak arról, hogy 4 kilót kerékkel közlekedtek. Ha meg tudnál mutatni a videót, akkor látnánk. Persze, mutatom, osztom. Ja. Ugye itt már ki volt 1 darab kerékünk lyukadva. Mindjárt megpróbálom le. Szóval itt még itt mind a 2 bent van. Illetve még olyan, hoppá, másik oldalról is. Bék amúgy, ja. Bocsánat. És itt látszódik, hogy még ez is, ez se volt lyukas. Ja, vagy hát itt lőtték ki meg, de még itt nem lyukadt ki teljesen. Nem lyukadt ki. És igen, és ja nem, még itt se lyukadt ki, még itt se lett kilőve, mert mindegy. Nem? Nem, itt még mind a 3 megvan így, ebbe a részben mind a 3, csak ez az egy van. Van az a másik jeepünk. Ja, akkor azt lehet, hogy... Ja nem, tényleg bocs, mégis, akkor itt 2 oldal, sorry. Igen, és látjátok, hogy innen hátulról kaptuk egyébként
a lövés, szóval hátulról nem, még kicsit ki is álltunk, hogy ne lőjék el a bit. És itt meg nem tudtam fékezni, ezért csúsztam egyébként, szóval ez se direkt volt egyébként. Ott meghaltam rögtön. És a kitört kerekesről, ja itt is próbáltam fékezni, de hát itt se nagyon sikerült. Itt még kettő meg volt, és itt volt még kettő lyukasom. Én próbáltam fékezni, de nem tudtam. Jó, hogy van videója Diornak. Itt pukkant a harmadik is. Azt hiszem, ja valahol. Ja igen, itt már a harmadik is kiukat. És már három. Egy 200 méter menti maximum. Ja, és itt már ki volt törve, igen. És akkor itt akartam elmenni a publikhoz, csak ugye... És itt látszódik is mindjárt, hogy igen, itt már futottunk is. Akkor neked három lyukas kerékkel tovább folytas. Várjál, annyi Dior, hogy nem tudom, láttátok az új szabályt, hogy ez a fegyver, ezt ki kell venni. Ja, persze, igen, igen, csak nem tudtuk fixen, mert ugye Pedi ezt nekünk engedélyezte. Igen, csak ma beszéltük meg ugye. Ja, és akkor utána írtuk ki, csak hogy tudjátok róla, légy szíves. Jó, persze, ki is veszem, csak, ja. Nem tudtuk 100%-osan, hogy akkor most nekünk is, mert ugye ez külön lett Peditől által megengedve, hogy ő megengedve ezt azért. Én írtam a Pedinek, még akkor ugye ez erre kellett engedélyt használásuk, és akkor már ráírtam, hogy akkor ez hogy is legyen, csak még nem jött vissza. Azért nem is csináltam még semmit. Igen, persze, csak azért, hogy tudjátok, hogy azért beszéltük meg ezt az egészet, mert ugye ő nem fér azokkal szembe se, akik fegyverboltot pépésztek. Ja, persze, és persze. Akkor azért hoztuk be a fegyveres dolgot is, hogy ja, beszéltük okay, a pediékkel, és akkor ez az oka, hogy köszi szépen, ha megteszitek. Jó, persze, jó, akkor mi továbbítjuk többieknek. Jó, a másik meg, hogy a hátralövés, az hány embert érint az autóitokból? Hát én ügyeltem arra, hogy ne lőjek is, tudomásom szerint, nem is lőttem ki. Már mindig kifordítottam oldalra, és úgy lőttem csak. Ez azok az adminok, akik spekelték ezeket? Ez mennyi közmunkán jár a hátrafele lövésből, srácok? Ezer. Jó, akkor meg lehet beszélni, hogy amit nem tudom, kimondott Krisz, hogy ő akkor 50-50, nem mindenki tanul belőle, és vagy mind a kettel ledolgozzuk, mert nálunk is volt két ember, mi összesen hárman vagyunk, aki hátrafele lőtt. Meg akkor ki kell jönni a pandem, meg a vulkán is. Így van, a pandem, meg a vulkán is, így van. Mert a pandemet én is tudtam, hogy innek. És a fejlesztők nem tudnak olyat csinálni, hogy ezekből az autókból, hogy ne lehessen hátra lőni, hogy ne is engedje a karaktert, hát, hogy hátra lőjön? Lehet. Hát az lehet. Ugye azt a modellezőt kell hozzá. Modell vagy új kocsi, modellt, amit ugye be lehet hátra is lőni, vagy pedig olyan scriptet behozni, ami csak 0 km per óránál lehessen belülőni. Igen, mert értitek, itt a játék hevében most nem figyeli valaki, és akarva akaratlanul hátra lő, úgyhogy ez nehéz. Van kettő darab script is, ami ember segítene. Van egy, ami lefelezi a kocsit, és igazából semmelyik kocsiból nem tudsz úgy hátrafele lőni, ami úgy van megmodellezve, hogy ne lehessen, meg a 0 km per óra. Jó, az olyan, hogy nem enged hátra célozni se. Igen, szóval az ilyen... Ja, az ilyen P1 bolidokból... Viszont az nem lenne azokkal szemben jó, mert az a script az legátolná azokat az autókat is, ami 4 személyes és hátulról belőle. Ja, értem. Ja. Ebben szerintem csak ez a hátulütő, hogy akkor az összes kocsi ilyen lenne, aha, mint hogyha 2 személyes lenne, és gyakorlatilag a 4 személyesek azok kuka. Gondolom az FPS lövés meg senki nem akarja, hogy visszahozzuk, mert akkor meg... Ja. De FPS-ből ugyanúgy lehet hátra lőni azokból, amiből most mondjuk nem lehet. Ugyanúgy van egy kis kilátásod belőle. Hát az FPS az nagyon lecsökkenti a célzási mértéket, szóval az nem, az gatya, mondhatjuk így is. És akkor most mi legyen, vagy akkor mit szeretnétek? Ledolgozza mindenki, vagy akkor most mindenki tanul belőle, és akkor engedjük el? Hát elfogadjátok akkor ezt a vulkánt, meg a pandemet kirakjuk, hogy tilosabb átra lőni, és... Most írtam ki egyébként. Jó, és... Hogyha ez oké, így akkor... Jó, rendben, akkor... Részemről oké. Tudjuk így csinálni. Mert én maximálisan úgy tudtam, hogy tényleg abban lehet, mivel nagy ablak. Akkor ez így, korrekt. Minden, nem úgy gondoltam. Sőt, még nem is teszteltem, mert annyira nem is sokat használom ezt a kocsit, én mindig boliddal szoktam menni. Azt meg már megjegyeztem, hogy abból nem csinálok ilyet, hogy átra lövünk. Akkor ez ennyi, tehát akkor mi Pop Dior, akinek kell szankció.
Ja. Amúgy, amúgy nálam is volt ma ilyen, hogy kikértem a kocsit a garázsból, a Vulkánt, és négy kereke volt, és mentem vele, és amint a lebegett volna, és a szerelőnél meg kiderült, hogy igazából Lukas volt minden kereke, csak de én amúgy láttam, mint azért is jók ezek az adminügyek, mert így fejlődik a közösség, de, a nyilván, szabályzat, nem volt, minden. Szóval. Úgyhogy ez nem feltétlenül rossz amúgy. És elnézést, hogyha valaki zavar, hogy streamelem az adminügyet. De értsétek meg, hogy ez értünk van azért, hogy ebből tanuljunk és fejlődjünk. Mert most ebből is... Hát a pandem, jó, hogy tudtuk. Eddig nem mondta senki amúgy ezt nekem. Aha, pont most akartam szólni, hogy jól neked ez a harmadik közül amúgy. Ezer fölött van csak, nem? Micsoda? Nem. Mindig? Nincs megszabva a sohatár. Pont most írtam fel, hogy... Shelby-re még visszatérve egyébként az szóval Shelby-re visszatérve, amit még felhozott. Ez egyébként tényleg nem mertem, hogy szó szerint publik előtt miért kellett egyébként ránk lőni. Igen, mert én ezt rádióztam is, hogy miért publik előtt, hanem akkor inkább mentetek volna ki keletire, vagy valami, és ott nem publikba, mert ott kijön tényleg egy random, és azt gondoljuk, vagy ti, vagy mi, ugye, hogy veletek van, és akkor kapja ott a fejes, vagy le lesz lőve esetleg. Akkor meg azért is... De akkor azt is nézzük vagy. Meg, hogy ott kilőtt, hogy hát a főpubba. Annak Daniról volt videója, azt hiszem. Cripstől Daninak. Ja, csak ő írt nekem, hogy elmegy. De a pingvint lőtte ki, úgyhogy... Hogyha valakinek ott közé kell adni, akkor az én leszek egyébként, mert én adtam rá engedélyt. Mert én azt az infót kaptam rádióba, hogy a Bömöst elkezdték dobozolni. És mondtam, hogy jó, hát akkor, hogyha elkezdheted dobozolni a főpub előtt, ja, igen, hát akkor, ez volt az akkor info. Lőjünk. Igen, ez volt az info. Igen, hát igazából az őszintén megmondom, semmi dobozolás nem volt, annyi, hogy láttuk a 6x6 után most mondja a klipszákba előtt, azért is mentünk utána, megmentek az alánék. Igen, és utána az egyes benzinkútnál volt egy infi, meg nem tudom, valami kétszemélyes BMW. Azok után mentünk, de egyébként rádióztak is, hogy hagyjunk titeket, ne is menjünk utánatok. És hát utána lett ugye elkezdve a dara. Nekem van videó. Én ezt az infót kaptam, hogy a Bömöst elkezdtétek bedobozolni, mondom, jó, hát akkor, hogyha elkezdtétek, mondom, akkor legyen, hát akkor lőjétek, akkor nem. Nézzük meg, nekem van. Amúgy ehhez ugye kérdeztétek, ki lőtt ott először. A Visionből jött az első lövés, mert én kaptam az első kokszot ott, mert nem számítottam arra, hogy kapjuk a darát főpup előtt, és a Visionből lőtte ki engem, ő lőtt először ott. Ad valaki legyen szíves hangot? Videóosztásra. Adó. De hogyha beüldöztétek oda, vagy mi az, mit üldöztetek, nem tudom, céles talán. Jó, látjátok? Igen, látjátok. De az kiment keletire, és utána meg ugye bement, vagy utána meg a, talán az infi bement a hat a főpub elé, és utána, de egyébként amikor már egyes banktól, vagy banktól, vagy benzinkúttól üldöztük azt a BMW-t, már akkor rádiózták, hogy ne üldözzük őket, meg hogy hagyjuk egymást így egyelőre. És hát ugye utána találkoztunk a főpub előtt, aztán ugye elkezdett a lövedezés. Szia Matula, te nem! Tudatok, hogy már szóltok. Ezt most én írtam felül, ezt a mai napot. Igen, tudom, de egyébként még felszólítva se voltak. Szóval mondom, csak mentünk utánuk. Szóltok, hogy már. Mondom, most oké, megnézhetjük a videót, de mondom, nekem ez volt az info, én ezért adtam, hogy lőjenek, igen. Szerintem szóval most akkor ez most... Szerintem full felesleg, hogy menj ez a videót, húzzuk át is az időt. Szerintem. Engedjük el ezt az ügyet. A zöld kör, arról nincs infótok, hogy a zöld körök mikor kerülnek vissza, vagy? Milyen a szabály? Nem kerülnek. Nem fog visszakerülni vissza. Minden az a blip, az a védett. 150 méter, nem? Azt hiszem. Mert itt is ugye, hogy nem bevitt terpé, de ugye számíthattatok rá, hogy utána ugye titeket keresünk az egész városba, hogy itt is... Jaj, ez olyan furán. Igen, persze, ezt be is rádióztuk egyébként, meg Bobcatnél is, amikor elengedtünk, igen, és el is mentetek. Jaj, utána mondtam is, hogy szerintem számítsunk arra, hogy most már keresni fognak titeket, mert én tudtam, hogy nem nagyon fogjátok ezt így nagyba hagyni. És hát ezt én be is rádióztam. És én ki is jelentettem Nikinek, és mondta, hogy ő is így fog, hogy hát ti is így fogtok hozzánk állni, szóval... Persze, igen, az infótok az meg volt róla egyértelmű. Meg mondom, nincs baj ezzel a lövöldözéssel, csak ugye akkor mindenki, ha figyel a szabályokra, akkor tök jó dolgok jöhetnek hát, ki amúgy. Mert csak úgy tudjuk ugye folytatni, hogyha nem, mert gondolom nektek sincs kedvetek, meg senkinek sincs kedve utána itt lenne minden lövöldözés után. Na, szóval, bocsi, elkezdtem mondani, csak ők belakultam érde. Ja. Most is. Létszem. És most is. Most se jó.
Na szóval. Már is fejtettem, mit akartam mondani. Jó, szerintem nem húzzuk egymás idejét. Szerintem se húzzuk egymás idejét, Pop Dior várom az idét, és mindenki mehet tovább. Szerintem. És feles most ragozni még percet, órákat. Szerverre. Szóval, hogy igen, azt akartam ebből kihozni, hogy igazából se felszólítás, se semmi nélkül igazából elkezdtetek ránk lőni, szóval most nem azért mondom tényleg, de akkor ezt most miért engedjük el ezt az ügyet, hogyha itt majdnem megkapták a srácok a hátra felelővést. Jó, hogy most tudom, hogy megbeszéltük, de én is ugyanúgy most kaptam a szankciót, akkor most Leki miért nem kaphatna azért, mert kiadtoztatta azt a parancsot, miközben felszólítása volt, és hogy Oké, Dior, én kaptam egy falas infót, mert tényleg nem volt dobozolás, vagy nem látszódott legalábbis, ezt előbb valakire néztünk videót, én kaptam egy fals infót, most ezt én honnét tudjam, hogy most tényleg dobozolják, vagy nem, én most az info alapján ítéltem. Hát lejeltem. Én tudom, csak akkor itt hát, meg a kommunikáció most... volt, ami baj, de hát akkor is megtörtént, ami megtörtént, szóval. Szerintem ne Lucky kapja, hanem az, aki lőtt. Én is azt mondanám. Vagy hát jó, akkor igen, nyilván nem is Leki akartam így mondani. Igen, ez azért is optimálisabb, mert ugye az nem hangzott azt hiszem, hogy hol dobozolnak, hanem aki lőtt, annak kellett volna tudni, hogy ott nem lehet, ugye? Hát igen, szóval, hogy azért nem szeretném egyébként ezt az ügyet elengedni. Már hogyha már mi is itt megkapjuk, meg én is, jó, a többiek nem kapták meg a hátralövéssel, de hogy én is így megkapom, meg alapból is így mindenki megkapja ugyanúgy a szankcióját, akkor most ne legyen már ezzel az egy emberrel kivétel. Tudom, hogy este van már, és hogy lehet, hogy ezzel is elmegy 10-20 perc, de egy DM generálást azért mi is szeretnék elengedni. Jó, akkor elő kell keríteni azt, hogy ki lőtt. Én csak videót? Logban esetleg igen, igen, kérlek, akkor nézzük hát a videót. A Vision. Akkor pillanatot kérek. Bocsi, srácok. Mi azt kezdődött? Szerintem a Feri volt amúgy, mert a videóban is hallatszódott, hogy itt van a kék bolid, mehet? És akkor nem tudom, hogy meg azt neki van Visionje. Amúgy, hát logban, mert én kaptam ott kb. Az első kokszot a Visiontől, a T-Vision 5-öktől. Hát valaki menjen egy időt. Nem tudom, Feri váróba. Én meg fönt vagyok a szerveren, 207-es az ID-m. Hát? Te kerüld a főpubos részhez, yes. Ahol elkezdődött. Vagy időt nézünk. Itt. Inkább videóban tájékozódjunk a logba. Ja. Ha Feri volt, akkor jó intézte! De itt már elhangzott a lövés. Itt még nem volt. Itt még nem. Itt lesz. Majd most fog. És ott lőttek valaki. 19-42-3. Lepitelték a bozizot. Ja, ez gázos a főpubliknál. Jogos. Itt nem lehetett volna lövöldözést indítani. Ez te teljesen jogos. Azt a videót. Azt akartam mondani. Volt egy olyan, hogy nem élt publik. Azt talán azt hiszem Shelby volt, mert ugye, hogy elkezdtek lőni, és arra mondta, hogy de miért van a publiknál. Ugye ezt az előbb mondta is egyébként. Ugye. Akarom, hogy nézzétek videót. Levezetted az autót? Tézelem. Én. Akkor neked egy vezetőből lövés lesz. Vezetőből lehet lenni, haló? Lehet. Hát akkor most sem ennyi ember kapna. Vezetőből lehet. Hát ember, aki itt van, az most kapna a közit akkor. Vezetőből lehet. Igen. Nem nulla van? Hát én eddig úgy tudtam, hogy lehet. Ez egyébként ezt tényleg nagyon sok ember lő egyébként. Hát most akkor itt limitet azóta, ez nincs benne a szerver szabályzatban ugye. De szerintem ez a vezetőből lövés nullán, ez alapból ez butaság volt. Ez így most egyszer, ha jól tudom, meg nem tudom kivel lehet megbeszélve egy adminja. Én mindig A-val lőttem, én megálltam. Még a script engedi. Esmilán, ő volt ez a igen, tényleg, ez a scriptes dolog, igen. Azért van a script, igen, 154 tilt le, és addig lehet lőni. Ki? Hát várjál, hogy van sofőr, vagy nem sofőr. Ha Milán lőtt először, akkor viszont nem mi kezdtük a darát. 19-42-47, Esmilán, előtte 19-39-01-kor Peti, de hát ugye az meg nagyon nagy az idő közötte, szóval 19-42-47-kor. És a, de a Milán az mennyit lőtt? Mert ugye a log az egybe számolja a lövéseket. Kétszer lőtt, 19-42-47-kor. Infinite is. Itt van most, vagy nem? Szót kér. Akkor nem is mi lőttünk először? Én voltam, bocsánat. Milán is szót kér. Sziasztok. Cső Milán.
Annyi lenne csak, hogy ugye igen, lőttem kettőt, de azt már csak azután, miután hallottam, hogy valaki lő. Hát mondom, 19.39-kor Peti 92.07, MK2-ben háromszor, 19.42-47-kor S Milán MK2-vel kétszer. És a Milán után ki van? Milán után Kaktusz lőtt Stangánnal egyszer, 19.42-50, utána They Love Me, Combat pisztolya 6-szor, 19.42-52, Lukász lőtt utána MK2-vel 8-szor, 19.42-54-kor, utána meg már én voltam, 19.42-57. Hát de balassítjuk a videót, akkor látni fogjuk, ki lőtt először. Jól jöttünk. Milán, melyik autóban? Mert mondja Milán, hogy a lövést hallott. A Peti nem a közelbe lövődözött? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Mert ha Peti hát hallotta, hogy Milán lőtt, akkor lehet, hogy Milán azért lőtt rá, mert hallotta. De a Stangan, az egy sokkoló. Nem. MK2, a Stangan az Kaktusz volt utána. 19.42.50-kor, 19.42.47-kor lőtt az S Milán. Be van lassítva, megnézzük. Megnézhetjük, de ott olyat nem lehet, hogy a publikban a lehessen elővenni a fegyvert. Ez jó. És ott lőttek a izébe. Igen, abból lőttek, igen. Az ki volt abban? A Vision-ba lőttek. Vision-ba a Free-ba? Én abban én voltam, de én meg is kérdeztem rádió, mert álljuk a lövés, és valaki mondta, hogy igen. Nem igen, igen, igen. Valaki igen ezt. Igen. De ez akkor nem Milan volt, hanem nem izé Feri. Én voltam én. Csak, hogy Feri intézte! Ugye egybe számolj, és ha most a fej kilőtt 12 lőszert, akkor keves több idő alatt lőtte ki, mint én a kettőt. Igen, mert ugye nem úgy van a lok, hogy minden lövést külön ér, hanem például, hogyha én sorozatba lövök mondjuk hetet, akkor azt egybe írja. Mit tudom én mondjuk 42-kor, és lehet, hogy a hetediket már 43-kor lőttem ki. Ja, és oké, hogy a log így egybe számolja. Azt felé rakja, mert ugye az hamarabb megvan. Igen. Figyeljetek, és mindjárt folytathatjátok, olyan kérdésem van, hogy nem lehet ide olyat rakni, mint a templomba? Hogy nem lehet elővenni ebbe a körzetbe a fegyvert? Mint a templomnál, hát hogy oda is bemész, és nem tudsz lőni, ugye? Szerintem a pedig. Ezt jó lenne megoldani, mert akkor ilyen se lenne, hogy akarva nem lehet lőni. Ezt felírom. Jó, köszi. Ez jó. Mit írjak fel? Az, hogy a 150 méteres körzetben, ahol van a védett zóna, ne lehessen elsütni a fegyvert. Mint a templom. Az összesnél, vagy a... Hát ahol, ami védett terület, ahol nem lehet lövés kezdeni. Ja, tudom, mondjuk ha beviszed, hát ja, igen. Meg úgy lett megfogalmazva, hogy az összes blippel jelölt hely, az publikus helynek számít. Hát meg, igen, igen. Meg ugye, hogyha beviszi valaki az RP-t, ja, az már megint nem jó. Nem. Mert a templom oké, ez egy olyan dolog, hogy ott a bevitt RP-be se lövöldözzünk, de... Hát de igen. Az egy más. Igen, mert ha ide behozzák, ja. Hát, necces. Jó, folytassátok, adminok meg gondolkodnak úgyis rajta. Folytassátok akkor a szankciót. Közben rám adja valaki 207-es az időm. Mennyit kell ráadni? 350, net mondtak, azt hiszem, nem? Jó, itt van még. 205. Igen, annyit kapsz, 350. Igen, már. Meg a... ID 200. 7-es. Kubus. Meg a izé harmadik közjelek, úgyhogy mehet a plusz. 1850. Van egy ilyen szabályom, hogy ha valaki háromszor közözik, kap plusz 1500-at, hogy visszatartó ereje legyen. Jó, mennyi, mi volt az indok? De figyeljetek! Ezt NRK-nak írjuk fel. Hogyha... Bocsánat, mondjátok. Indok, csak indok aztán. NRK-t annyit írjál. Köszi. Figyeljetek, viszont akkor, ha hozunk egy olyan szabályt, hogy nem lehet bevinni a publikba az RP-t, akkor az már jó, nem? Van olyan szabály, nem? Mert akkor ha a lövés, akkor nem lehet... Nincs. És akkor nem lenne bevitt RP, és nem lehetne a publikokba használni a lőfegyvert. Igen, csak akkor ezt mindenki kihasználja. Mindenki kihasználja. Meg azon belül akkor ütni se lehet, kés se lehet elővenni. Tehát, hogy ja, akkor hogy az elég nagy... Akkor rossz ötlet volt.
publikba való lövöldözésnek a szankciót meg kell menni, és akkor talán... Mert itt a Feri ugye kapta a parancsot, de Feri, te nem gondoltál arra, hogy itt fő publik van és nem lőhetsz? Feri, én azzal tisztában voltam, de én megkaptam a parancsot, és csak... Ezzel az a baj, hogyha nem a Feri kezd el lőni egy másodperccel később, akkor mondjuk a... Igen, Oli kezd el lőni, tehát hogy... Hát itt most mindegy, valaki elkezdett volna lőni, úgyis, mert megadtuk a parancsot, hogy lövünk, akkor lövünk. Hát akkor frakcióvar lesz. Szerintem, nem? Hát én elfogadom a közit amúgy. Mizu. Te Varnt azt te döntöd el, de szerintem ilyenre felesleges Varnt adni. Hát jó, csak ugye tehát a líder adta ki a parancsot. Egy... Hát ugye azt se tudta, hogy hol van. Tehát igazából az az info nem volt, hogy főpubliknál vannak, és hogy mehet a lövés. Annyit mondtak, hogy most elkezdték dobozolni, mondom, jó, hát igen, akkor, hogyha elkezdték ők, akkor mondom, akkor ne hagyjuk, hát akkor nem, hogy megint elkapják, és megint pénz legyen kérve, tüttörő, kezdjük előre az egészet, leadta akkor a Jojo. Ne hagyjuk, és akkor menjen a lövés. Ne hiszi túl. Jó, hát a Feri mondta, ő lőtt először, akkor igazából, hogyha nem is az ő hibája, de akkor ő neki kellett dolgoznia. Mert ő lőtt először, ugye ő kezdte. Még hogyha, hát ilyenkor ugye a parancsot, én is, hogyha olyan parancsot adok, ami szabályzatba ütközik, nem kell megcsinálni az embernek. Mert tudja, hogy szabálytalan. Ez a főpubban kéne valamit kezdeni. Akkor rám adjátok? Hubuka. De még mindig azt mondom, hogy ha Laki adta ki a parancsot, akkor ő frakcióban legyen. Szidöntsétek el. De ezt a többiek szavazzák meg, vagy nem tudom. Mert igazából itt azzal is hibáztunk, hogy oda mentünk a főpubba, és ott elkezdődött a lövöldözés, mert mi támadtunk. Hát Fricsi nem, mert az nem. Akkor mondjátok, hogy mit szeretnétek. Oké, szerintem. Büntessük meg a Ferit, vagy van? Ja. Legyen az a múlt. Mi? Melyik Feri? Melyik legyen? Többiek? Most a Infinity-t kérdezem. Hát... kiindulva magunkból, nekünk se lenne elnézve, akkor másnak se legyen. Ilyen téren ez jó, a fraki van, mert ugye mi csináltunk volna olyat publikba, valószínűleg mi is azért nagyon megütöttük volna a bokánkat, és nem csak egy ember, hanem akkor valószínűleg... Ja. Tehát ugye fraki volna elfogadni... Nyilván most lehetek jó színű, de most nem utálok én senkit a szervelem. Nem, hát én is azt mondom, nekem teljesen mindegy, szóval mit hoztok, elfogadjuk egyértelműen. Szerintem meg ez kéne főként eldönteni, Tomi. Szóval. Nem, hát azért mondom, hogy ez a két lehetőség van. Én azért mondom, hogy Laki nem tudta, hogy hol van bedobozolva. A parancsot ő adta ki, gondolom szegény Feri meg nem akarta megszegni a parancsot. Úgyhogy ez így közösen volt, meg hogy megtámadtunk beleteket. Úgyhogy én is azt mondom, hogy a Varn lenne kézenfekvő. Lehet ez az a jó döntés. De ő lőtt, viszont... Igen, szegény szerintem nem tudta. Legyen a Nermál, akkor ő kapja kész. Most ne büntessük az egész frakciót. Ha számított nézetem. Milyen jó szívű vagyok. Én azt mondom, döntsön a líder. Ja, akkor dönts a líder. Ja. Oké, akkor a Frakivant választjuk. Akkor így van, Frakivant, így van. Frakivant. Mennyit? Mert ez tényleg nem csak Feri csinálta, hanem tényleg mindenki. Így van. Laki, én... Én is benne voltam, utána persze. Ugyanúgy többiek is folytatták, szóval már... Jó, az egész legyen akkor egy Fraki van, persze. Elfogadjuk. Jó, van még valami? Akkor a hátralövést ugye megbeszéltük. Az anyázás megvolt. Nekem Bob Dior még. Dior volt. Kár van, annyi. Jó, ez a vezetőből való lövés, tisztázzuk már még, menet közben, nem menet közben. Igen, mert ezt én sem tudom, hogy most hogy van. Elmélet. Tehát én nem lőttem. Nem a vezetőből 150-ig lőhetsz, ameddig a script nem limitál. Így van, nem tétje semmi szabályzatban, vezetőből igen. Semmi akkor, nem tétje, hogy nem lehet lőni. Probléma. Oké, tökéletes. Mert akkor tényleg mindenki kapna, ha mindenki lőtt. Persze.
Ez egész szerint. Én nem lőttem, elnézést. Ha jó van, ez az agy általánosak gondolom. Ugyanúgy megkapnád te is, már csak azért, mert mindenki más megkapta. Na persze, jó. Bencsének dupla. De hagyja már. No. Jó, a legfontosabb kérdés, hogy honnan folytassuk ezt az egészet. Tűha. Nem se honnan. Szerintem, ahogy most végződött. Ahogy most, ezt akartam mondani. Ahogy most végződött, erőltesek se semmi. Vigyük tovább így. Meghaltunk. Hogy végződött. Majd viszont. Hát meghaltunk. Meghaltunk. Mindenki jó, halsz körülbelül. Hát én nem tudom amúgy. Csak... Elhullottunk, ennyi a lényeg. Aztán jó. Most majd kiderül tovább, mi lesz. Ja, és akkor így nem kell addóni senkinek. De Dani amúgy egy null. Dani amúgy egy null ide. Milyen? Ja, jó van azért, mert másra koncentráltam. Hátba lőttét. Na majd kapsz még. Nem tettek róla. Okay. Ledolgozom egyszer csak valamikor. Van még valami? Vagy megbeszéltük? Akkor Pobdió? Szerintem nincsen semmi. Már közizek. Engem adjatok most már. Szegény. Már nem rosszban. Ja, akkor úgy van, hogy vasárnap még mindig az van, hogy vasárnapra kell a cucc. Igen, innen megy tovább. Igen, jaj, jaj. Nem. Azt mondta, hogy vasárnap találkozunk, vagy szombaton, nem vasárnapra tudom. Vasárnapra mondták. Vasárnapot így mondott neki. Jaj, akkor vasárnap. Akkor találkozunk vasárnap szerintem, és akkor itt... Így van. Ennyi, nem? Is. Nincs már semmi, ugye? Nincs. Nincs. Jó, hát ma is fejlődtünk és tanultunk valamit, tök jó. Rendben, részünkről köszönjük szépen, hogy meg tudtuk így beszélni. Mi is köszönjük. Mi köszi. Úgy van. Aztán reméljük, hogy nem sokat kell itt ülnünk. Vagyis én reménykedek benne. De hát látjátok, így is, mindenki. Tudunk, így is tudunk fejlődni, hogy megbeszéltük, tisztáztuk a dolgokat. Ez előre visz minket, úgyhogy ez... De ha netalántán így alakulna, akkor... Így, hasonlóan így, ezt én támogatom. Ja, jó, hogy rendben. Ugye, ez együtt tényleg, hogy közösen fejlődjünk, ez jó volt. Annyi, hogy az igen, ügyesek az adminok is, illetve ja, az anyázása arra figyeljen oda. Jó, az egyetlen szerintem, ami most nem volt úgy életbe fogó. Jó, illetve a pandemre meg a másik kocsira írjátok ki a hátra fellövést, kérlek szépen. Jó, ügyesek vagytok. Köszi szépen akkor az együttműködést. Te is ügyes vagy. Én aztán nagyon. Jó, na, jó pihenés szép. Nektek, vigyázzatok nektek magatokra. Nektek is, sziasztok. Na, chat, akkor mit szóltok hozzá? Szerintem ez egy fejlődőképes dolog volt. Jaj, én meg a kórháznál vagyok. Visszanézhető lesz holnap mindenkinek. Jó volt, tényleg ne haragudjatok, illetve még egyszer arra szeretnék rátérni, hogy streameltem az admin ügyet, ugye ez szabályzatban van, nem lehet, viszont ahogy látjátok, ebből tudunk fejlődni, tudunk ebből táplálkozni, most már egy sok mindent megoldottunk, tök korrekt volt mindenki vállalja a felelősséget azért, amit elkövetett, és szerintem tök korrekt volt, úgyhogy tényleg is köszönjük a játékot mindenkinek, szerintem ez egy jó beszélgetés volt így. Köszönöm a támogatásokat, tagságokat, köszönöm a moderátorok segítségét, köszönöm az adminjainknak, köszönöm a közösségnek. És akkor ennyi. Ne haragudjatok, hát most ennyi, de meglátjuk, hogy fogjuk. Admin streamelheti az admin ügyet. Tamás, nem az admin kodást. Admin ügyet nem. Ezért értem, hogy ez valakiből... kicsit visszás a hat, hogy én ezt streameltem, viszont látjátok, hogy volt értelme, ilyen nagyobb volumenű admin ügyeket szerintem ezt be kell mutatni, hogy ebből, és tényleg normálisan lett, mindenki normálisan beszélt a másik, ez tök jó szerintem. Jó, úgyhogy köszi szépen, a szerdán találkozunk, holnap nem, szerdán reklámmentes stream ugyanúgy, tagoknak rögtön elérhető lesz, aki nem tag neki. Holnap jó pihenés mindenkinek, köszi szépen, hogy itt voltatok ma is velünk, vigyázzatok magatokra, egymásra, szépen beszéljetek egymással, sziasztok, jó éjszakát mindenkinek, köszönöm, hogy itt voltatok.